Nem tudom, mennyire hangos a hangom, esetleg, hogyha túl hangos, akkor szóljatok, mert azt jelezték, hogy viszont a zene az elég hangos volt. Üdv mindenkinek a streamen, illetve itt mindenkinek a Core klubban, hát a Core grubban. Aki esetleg fel szeretne jönni ide a klubba, vagy grubba, most tudom, hogy hívjam. Ezzel az ikonnal, a groups ikonnal, find sc2 core, így külön, egy enter, és itt vagyunk bent, jelenleg 10, mondjuk a chatten 18 ember van online. Mindjárt a join chat, és már itt is látunk mindenkit. Minél többen vagytok, annál jobb. Itt lesz majd minden alkalommal a gyülekező, de ezt majd később, ezt most csak így előre vetítettem nektek. Még... Jól van, gyere csak a chatre. Én mindkettő helyet tudom nézni. 6-kor programon, addig el leszel. Jó, jól van, és az én. Akkor szerintem lassan kezdjünk bele. Még egy általam választott... sokat hallgatott számot meghallgatunk, addig én kimegyek innivalóért, ez csak azért, mert ezt választottam intrójának az összes Core bronzsulinak, nem véletlenül, ez ihlette bennem, igazából ez a szám ihlette bennem elég sokat ebből a Core suliból. Nem tudom, hallottátok már, én talán túl sokat is hallgattam. Utána kezdünk mindennel, mindent meg fog tudni, mi lesz, hogy lesz, miért van, miért nincs. Mindenre választ kaptok. Attack me, beat me, abuse me. You can never lose to me. New me, fool me. You can zero to me. Chrono boost a sentry. You will get the GG. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Tell me what has become of my pros. Are you invisible because you're a DT? The strategy God promised me and me secret now. Tired of being a victim of cheese. They're throwing me in a league with a bad name. How am I supposed to get my YouTube fame? Look at me. You know I really do hate to say it. Battle man don't wanna see. But if Tassadar was living, he wouldn't let this be. No, no. Crush me, proxy where I can't see. DT, Banshee, anything will beat me. Void Ray in the air, carrier, Thor's hair. Battlecruiser OP, that'll be the GG. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us.
Na, ezzel itt is volnánk, meghallgattuk az utolsó számunkat, remélem mindenki visszaért a cigi pisi szünetből. Én Oxmart vagyok, ez pedig itt a Core Bronze Suli bemutatkozó adása, üdvözlök még egyszer mindenkit, mint a stream chaten, mint itt az in-game grupban. Már nagyon sokan köszöntetek, örülök, hogy ilyen sokan vagytok. Jól van, oké, felmerültek biztos bennetek kérdések, én ebből kikerestem hármat. Várja még egy pillanat, csak előtte még itt megnézem itt a kérdéseket. Mindenkinek ugrál a stream, mert akkor lehet állítok rajta valamit. Nálam elméletileg minden rendben, reméljük nálatok is megjavul. Jól van, jó, technikai problémák azok mindig voltak, lesznek, és jelenleg is vannak. Szóval kiírtam három darab kérdést, ami talán a legfontosabb ezzel az egész kezdeményezéssel és projekttel kapcsolatban. Az első, hogy miért kezdtük el. Kiírtam pár pontot, hogy ugye tudjam magam befolyásolni arra, hogy ne dumáljak sok hülyeséget. Először is azért kezdtük el, mert nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy egyszerűen beragadtak bronzban, tehát nem tudnak tovább jutni, és én azt nem hiszem el, és soha nem is hittem el senkinek se, hogyha ténylegesen eleget gyakorol, és foglalkozik vele, és csinálja, nem jut előrébb bronzból, mert a bronz az tényleg csak az a rész, amikor úgy belépsz a játékba, most nyúlsz először RTS-hez mondjuk, és nem tudod, hogy mit építs, vagy talán megépítesz 2 barakkot és 10 marint, és elküldöd őket, csináljanak, amit akarnak, de azért ettől, ahogy én elnéztem a játékotokat, mert régen volt bronz verseny, ugye most is volt gold verseny, aztán 1-2 bronzos streameltünk is, és egyszerűen nem az a idézőjeles bronz van most, mint ami régen volt, és igenis többet érdemel mindenki, aki jelenleg bronzos. Én ebben biztos vagyok. Aki meg esetleg most vette meg a játékot, annak pedig nyilván ugyanúgy szüksége van segítségre, hiszen hamarabb tud felkerülni, még hogyha kevesebb energia befektetéssel, mint ameddig ugye a régebbi bronzosok megtettek. Jó, mi a második? Sok, nagyon sok a csalódás. Engem is rengeteg csalódásért tekintve, hogy esetleg nem léptem ligát mondjuk bronzból silverbe, vagy silverből goldba, vagy goldból nem tudtam kijönni. Tehát mindenkinek vannak egyfajta csalódásai ezzel a játékkal kapcsolatban, de ez még csak a kisebb is, mert ugye alapvetően talán ennek kéne ösztönöznie minket, hogy bronz, silver, gold, de nagyon-nagyon sok loss miatt is lehet problémája az embernek, egyszerűen elmegy a kedve, túl sok a cheese, hihetetlen mennyi dolog el tudja venni az ember kedvét a játéktól, és emiatt is hoztuk létre ezt a dolgot, kezdtük el, mert hogyha közösen játszunk, hogyha barátokkal játszol, akkor egyáltalán nem úgy működik a dolog, hogy fú, nekem most elmegy a kedvem, hanem inkább megbeszéled vele, mi történt, hogy kellett volna, tehát ez a közösség élmény is nagyon sokat tud dobni a dolgom. A másik, hogy nagyon zsugorodik a ladder, ezt ti is, ez az én kifejezésem, ezt talán ti is észrevehettétek már. Ennek az a lényege, hogy egyre kevesebb a mesteres, egyre kevesebb helyre zsúfolják be az idézőjeles pro játékosokat, és az eddig úgynevezett pro játékosok egyre lejjebb csúsznak, ugye, akik esetleg kevesebbet játszanak, mert ezt nyilván ti is észrevettétek, hogy tele van a radder, volt masteresekkel, volt diamondosokkal, volt platinásokkal, akár bronzban, silverben, goldban, mindenki ilyeneket kap. Igen, ez ezért van, mert megváltozott a radder rendszer, és mindenkit, hát illetve a gyengébbeket lejjebb dobálta, és ezáltal nagyon-nagyon-nagyon nehéz most az esetleges újaknak, vagy még az annyira nem jóknak tovább kerülni, mert ugye most azok vannak a csúcson, akik a következő ligában a legalul voltak. Szóval ez egy ilyen ördögi dolog, de ezen is megpróbálom kicsit változtatni magyar viszonylatban. Hát van még nagyon-nagyon fontos, tehát hogy mindenkinek, ugye írtátok is sokan a chaten, hogy most vettétek elő megint a StarCraftot, és hogy
és hogy eléggé új nektek most ez a dolog, hogy hú, hát akkor most adunk nektek egy, amit igen, ténylegesen ez is egy cél, hogy adjunk nektek egy újralökést, egy közös játékot, egy közös élményt azzal kapcsolatban, hogy legyen miért elővenni ezt a játékot, ne csak azért, hogy felmenjen, jó, megint kikaptam egy Atrax miatt, vagy valami egyéb csúnya dolog miatt, ne ebből álljon a játék, mert nem ebből áll, mert ez egy sokkal addiktívabb, sokkal jobb játék, még hogyha 1v1-ről beszélünk is, mert azt is lehet okosan, ésszel, barátokkal csinálni, és hogyha a ladderben nem is úgy mennek a dolgok, legalább játszol egy jót a barátokkal. Nem is azt mondom, hogy ladderezni kell, viszont ha valamit érdemes, ezt a játékot biztos érdemes játszani. Na mi a második kérdés? Mi lehet a második kérdés? Nyilván az volt az első, ugye, hogy miért kezdtük el, a második ebből adódóan, hogy mi a cél. A cél, kedves barátaim, az, hogy a nevéből is adódóan nem véletlenül nem csak Kórsuli lett a neve, hanem Kór Bronz Suli lett a neve. Nekem a feltett célom nem az összes magyar bronzos, de a jó részét a magyar bronzosoknak felnyomni szilverbe. Tehát elsősorban az nagy részét a bronzosoknak megpróbálni promóttálni felszilver. Ez nagy részben, ugye a szilvereseknek és goldosoknak annyira nem fontos, mint cél, de nagy részben ugye írtátok, hogy nagyon-nagyon sok a bronzos, nagyon-nagyon sok az új, nagyon-nagyon sok a régi új, aki most kezdeni esetleg újra, és nekik szeretném megadni az örömöt, az első lökést, hogy igenis bronzból tessék kijutni. Ennyi a cél. Az első cél jelenleg ez, ami a legközelebb érezhető. A második cél az, illetve ezen belül annyi, hogy a kis közösségünket jobbá faragni. Szeretném, hogy sokkal addiktívabb legyen, sokkal jobban, sokkal többet beszélnek egymással, sokkal többet segítsenek egymáson, ezért is alakult meg a kis Facebook csoportunk, amiben jelenleg mondok nektek egy jelenleg élő számot, Kór Bronz Suli néven van ez a kis Facebook csoport. 80 tagunk van, ez oktatók, szervezők és nyilván ti tanulók egyaránt alkotjátok ezt az összes főt. Nem is nézem meg, hogy ki mikor jött, mert egyáltalán nem érdekel, mindenki ugyanonnan indul, mindenkinek ugyanattól fogjuk tanítani, kivéve ugye, hogyha esetleg már tényleg olyan játékosról van szó, aki nagyon-nagyon vágja a témát, abból esetleg még oktató is lehet. Na, szóval visszatérve az eredeti mondandómra az, hogy megmozgatni a közösséget azzal, hogy ugye megalakítottuk ezt a kis Kór Bronz Suli csoportot Facebookon, és itt pedig tudtok közösen segíteni egymásnak, közösen tudtok játszani, hogyha úgy van, nem kell, tudom én, hunedjen kunyerálni emberekért, kinek van kedve, kinek nincs kedve, kit küldenek el éppen a fenébe, mert sajnos megesik a magyar játékosokkal, hogy nem éppen a legkedvesebbek egymással, de mi azért vagyunk, hogy ezt a részt is kigyomláljuk. És hogy a legtávolabbi célokról beszéljünk, szerintem, legalábbis az én fejemben az alapozódott meg, hogy egy magyar válogatottat össze tudjunk hozni, akik ténylegesen szeretnek egymással játszani, és tudnak játszani. Ez egy nagyon-nagyon távoli cél, de szerintem egyáltalán nem elérhetetlen, mert Jadong is elkezdte valahol, Tézsa is elkezdte valahol, Innovation is elkezdte valahol, mindenki elkezdte valahol, és akár a nézők között is ott lehet az első, tudom én, magyar, aki kijut a WCS-re, és ez tök viccesen hangzik, de higgyétek el, ez 100%-ban így van. Kettő kérdést már megbeszéltük, és most jön igazából a harmadik, a legégetőbb kérdés. Az, hogy mindezt hogyan fogjuk csinálni. És az első, amit láttátok, az első lépés már meg is történt, megcsináltuk. Hogyan gondoltam a válogatót? Ez még nagyon-nagyon messze van.
A magyar válogatott az még nagyon-nagyon messze van, és szerintem egyelőre nincs is okunk megcsinálni, mert már volt rá próbálkozásunk a külföldiekkel való játék, de nem, ez még utópia jelenleg, amúgy meg szerintem sikerülhet, egyáltalán nem esélytelen dolog. Na, szóval, hogy beletérek még egyszer a harmadik kérdésbe, hogy megalapítottuk elsősorban ezt a Facebook csoportot, ezzel kezdtük, ez legyen az alap, tudjuk, hogy mennyi embert érdekel, tudjuk, hogy milyen embereket érdekli, tudjuk ezt mindezt kontrollálni, tudjunk biztosítani egy felületet arra, ami szerintem igazából a legfontosabb ebben a Facebook csoportban, mert a Facebook csoport az pont azért jó erre, hogy leírsz egy posztot, akkor ugye az jelenleg a, tehát az van legfölül. Tehát így időrendben rakja ugye a posztokat, és hogyha esetleg társad keresni a gyakorláshoz, beírod a csoportba, hogy sziasztok, Zerg vagyok, szilveres, és szeretnék gyakorló társat, hogyha van esetleg megkötésed, hogy mi ellen akarsz gyakorolni, akkor bírod, hogy vagy protoszt, vagy terránt, mert nem szeretem az évézét, vagy valami ilyesmit, és erre nyilván, aki a csoportban van jelenleg aktív, és jelenleg van kedve gyakorolni valakivel, akkor ő rögtön oda kommentelheti, megbeszéltek egymással, hol, mikor, most azonnal, és már el is kezdtek egy kicsit együtt játszani, mert igazából ténylegesen ez a célja ennek a csoportnak. A másodlagos célja természetesen a csoportnak az, hogy meg tudjuk beszélni az esetleges programokat, mint például most ezt is, ez ott is teljes mértékben ki volt hírezve, illetve hogy hétre beosztva milyen programokkal készül a Core Bronz suli. Ez mind oda ki lesz téve egy top poszt formájában, a többit pedig meghagyjuk nektek, hogy ti posztolgassatok oda. Lehet kérdést is oda posztolni, nyilván válaszol az rá, illetve kommenteli az, aki tud magára a kérdésre válaszolni, például, hogy mit csináljuk Muta ellen, vagy valami hasonló. Ez lehet prójátékos is, lehet tapasztalatból is, aki nem prójátékos, hogy megmondja, hát mondjuk a Maruder nem jó Mutalisk ellen. Ez egy érdekes fogunk játszani, Inspista, ne aggódjál, fogunk játszani, én szeretnék játszani, csak ezt még elmondom gyorsan. Amit még akartam mondani, és nem felejtem el, ugye már beszéltünk arra, hogy rendszeresen lesznek foglalkozások. Heti rendszerességgel én mondjuk 2-3-nál többet biztosan nem tervezek, nyilván ez mindenkinek időfüggményében lesz, hogy most ennyit tudunk játszani, annyit tudunk játszani, én megpróbálom minden időmet erre fordítani, illetve hát azt, amit szabadidőmnek nevezek, és a csapatom is ugyanígy van ezzel, ők is nagyon szívesen bevállalnak heti egy vagy két órát azzal arra, hogy ti veletek foglalkozzom. Na miből fognak állni ezek a foglalkozások, mint hogy Inspistes nagyon türelmetlenül várja egy kis közös játékból, ami például lehet 1v1, ezt mondjuk kettő ember kitalálja, hogy jó, hát akkor most én fogok játszani, lehet mondjuk 2 darab bronzos, akkor én azt bemegyek streamelni, és olyan szempontból streamelem, hogy hogy lehetne javítani, ki milyen taktikával megy. Tehát megpróbálom nem az élményt, tehát nem az 1v1 stream hangulatát kelteni a dolognak, hanem sokkal inkább egy ilyen tanító jellegű streamet összehozni. Erre lesznek segítőink, a Core csapatból is, illetve pár pro is azt mondta, hogy nagyon-nagyon szívesen rááldozna esetleg 1-2 órát arra, hogy nektek elmagyarázzon tapasztalatból 1-2 dolgot. Ami még lesz, replay elemzés, ezt ugye a foglalkozások keretein belül is szívesen leelemzünk egy replayt, vagy közösen leelemezzük, hogyha olyan ember van, akit mondjuk már régóta van itt, és ismerjük, és tudjuk, hogy nem fog csúnyaságokat mondani a streamben, ezek fel is jöhet esetleg a Teamspeakünkre, és közösen megbeszéljük, hogy mi volt ebben a mérkőzésben rossz, mik voltak a hibák, és ezzel kialakítunk egy képet arról, hogy miben kéne javulni a dolognak. Ami még a fán részéhez tartozik, lesznek majd
arcade játékok, ez szerintem nekem a kedvencem, mert kicsit jó elrugaszkodni egyszerűen az 1v1-től, vagy a 2v2-től, vagy akár a 4v4-től, az a lényeg, hogy egy kicsit belemenjünk a játéknak, esetleg egy-egy szegmensébe, gondolok itt a ilyen mikrotornamentre, meg Blinkstalker, meg a tervem az, hogy streamen együtt megcsináljuk ezt a StarCraft 2 Master arcade játékot is. Tehát az arcade részben is vannak egész jó kis dolgok, amiket tudnánk hasznosítani. Nekem ez a kedvencem, illetve nagyon-nagyon fun is tud lenni, meg mégis könnyedebb szórakozás, mint hogy egy egész 1v1 meccset lejátszanál. Ami még lesz, egy ilyen idézőjeles kérdezd felek rész, ez a kérdezd a prót. Jó esetben, jobb esetben ténylegesen kérdezhettek majd pró játékosokat, de rosszabb esetben csak pinket. Igazából annyira nem is rosszabb eset, mert azért mi is értünk hozzá valamennyire. Az a lényeg, hogy akármilyen kérdést átozzék, feltettek a játékkal kapcsolatban, szóval az ilyen hülyeségeket, azokat nem szeretném, azokat hagyjuk otthon, hülyéskedni lehet, de ezeknél a programoknál szeretném, hogy inkább ténylegesen a játék olyan részével foglalkozunk, ami problémás, bronzosok, goldosok, szilveresek számára, és ezekben tudjunk segíteni. Ami még várható, így a programokon túl, az, amit eléggé igazából nagy figyelmet is kapott szerintem, hogy a YouTube-ot nyomunk neki egy hatalmas élesztést, elkezdtük már csinálni a videókat egy tutoriál ágon. Itt már mennek a meccsek. Szóval ezek a YouTube videók hogy fognak működni? Az első 3-4 videó az inkább egy ilyen új játékosoknak szóló rész lesz. Bemutatom, hogy kell beállítani magát a StarCraft-ot, bemutatom, hogy lehet, mi alapján döntsük el, hogy mivel leszünk, mi alapján választunk fajt, milyen játékstílusok vannak. Az első pár videó ezekről fog szólni, utána pedig szépen lassan a fajokat a legelejétől a legvégéig megpróbáljuk felépíteni. Ezt mondjuk kezdődhet az SCV gyártástól kezdve mondjuk a legkeményebb bomber timingig. Ebben segítségünkre lesz, nagy segítségünkre van már jelenleg a cikk írónk, aki nem más, mint Crow. Hogyha jártok az oldalunkon, a starcraft.co.hu oldalon rengeteg leírást találtok ott. A nagy részét azt Crow fordította, én is még annó fordítgattam ezeket, de azóta már a munkaköröm egy kicsit más lett. Ennyit akartam nektek most jelenleg elmondani, akkor szerintem kezdjünk is bele. Még annyira nincsenek kiforva ezek az idézőjeles foglalkozások, tekintve, hogy ez az első, szeretném, hogy inkább ti döntsétek el, illetve hát azok jelenleg, akik itt a core groupban vannak, mit szeretnétek csinálni, mi legyen az, ami számotokra jó lenne, mi az, ami számotokra legtöbbet segítene. Közben azért kinézek ide a chatre is. Ex-diamondosok mehetnek. Hát, hogyha szükséged van segítségre, akkor természetesen. Oké. Okay. 1v1 bronz. 2. 2 bronzost kérnék. Én meg randomra választok egy pályát, ami nem tudom, hogy milyen fajok. Mondjuk valami olyat, amire kell legkevesebb a panasz.
ott egy... És... M. King hamarabb írt. És most beléphet kedves társam, aki nem más, mint Jordan LT. Ő vállalta, hogy velem fogja kommentálni, illetve segíteni most ezeket a, ezt a bronzos játékot. Üdvözlök mindenkit. Szervusz. Megkérném esetleg M. Kinget és Wardstodot, hogy streamet offolják. És utána pedig kezdhetünk is egy kis elemzős játékkal. Nézzük Zerg vs Random. Na, megnézem itt M. Kingnek a profilját. Bronzos, bronzos. Nem, ne haragudj, Incpista. Azért streameljük, hogy mindenki... hogy mindenki láthassa, mindenki ugyanúgy láthassa. A játékosok készen állnak, akkor go. Én már indítom is. Kész vagy-e, Jordan úr? Én teljesen kész vagyok minden. Szóval lesz egy zárg játékosunk, meg jelenleg egy random. Bátor dolog randommal menni bronzban, de kíváncsi vagyok, hogy mi fog ebből kijönni. 53 levelem van, igaz ez, hogy a levelek igazából nem jelent semmit, de nekem azért annyit jelent, hogy, hogy kipróbálta azért pár fajt. Még hogyha egyet ki is maxolt. Szint mindenképpen azt jelenti, hogy már belekóstolgatott fajokba és tudja út. Ez bronzban előnyös tud lenni, hogyha az ember már, vagy mit. Az ellenfejét meg is. Kicsit akad a hangod. Ajajaj. Át tudnád tenni magad ilyen pust talkra, vagy valami azon ilyesmire, mert levágja. Hogy akkor belagoltam a játékot, halt a bolok. Levágja magát. ZVZ lett mellesleg, nem baj, hát megesik. Megvállak, addig megpróbálok. Hát próbálj meg lealtabolni, utána pedig meglátjuk, hogyha belaggoltad, egy kicsit belaggol, hogy az elején... Itt vagyok már, meg vagyok. Meg vagy, jó, oké, most már tökéletesen hallak. Egy Bill még diszéből ezem az altabot ingém, és utána itt leszek addig. Jól van, jó. Oké, a játékosok bemutatása ettől függetlenül nem marad el. Jobb alsó sarokban található Wardstod, aki magyar zerg játékos kék színekben. És valamint a bal felső sarokban a random játékosunk, aki zerként spawnolt, piros színekben, bronzos, magyar M. King. És tartok tőle, hogy nagyon rossz helyen van nekem ez a korsuli rogó. Azért át is pakolom. Ide. Addig én mondanék egy észrevételt a kék zerg bronzdaláról, hogy egy drone scoutot vétett, azaz nem vétett, hanem csinált, ami jó is tud lenni. Most el kell arraszolni azt a pár drón, de ezt így ráhúzni nem kellett volna, hiszen drone scout ZVZ-ben nem olyan szükséges, mert minden és extra minerál számíthat. Hát kettő eset van, most gondolj bele, bronzos fejjel kell ugye gondolkozni, a drone scout az nagyon jó korai pooloknak a leleplezésére. Szerintem nem annyira nagy probléma ez a drone scout. Én örülök, hogy scoutolt. Igen, a scout az mindig jó, főleg bronze van, de magas a szinteken drone scout már általában hanyagolják az emberek. Lássuk, hatcherik épülnek, és szedett már ki, szedett az első gázát M. King. Kíváncsi, mi lesz ebből. Az első... valószínű standard speedling timing. Az a piros oldalról hoz egy speedlinget, és utána scoutolja elméletileg, hogy van-e gáz lesz, azaz gáz nélkül, de valószínű mindkét oldalt lesz gáz, hiszen az a biztonságos és megszokott játék. Uh-huh. Wardstodot még nem tett gázt, viszont M. King már a másodikat teszi.
Második gázból magasabb ligás fejjel az emberek általában valamilyen agresszióra számítanak. Lehet, hogy akár rócsokat is, rócsvalent is letelt, és esetleg egy korai rócsrásra bepróbálkozhat, de ha az scoutolja az ellenfele ismét, akkor az könnyen fogható általában. Mivel lehet könnyen fogni a rócsokat, mert ugye... A naturalon 4-5 spinecrawlerrel tökéletesen meg lehet fogni 7 vagy 8 rócsot, meg egy pár link kíséretével. Annyira kell figyelni ennél, hogy ne engedjük fel a unitokat a naturalra, a mélyre, tehát a két pinnet mindig rá kell tenni a rámpára. Jelenleg worst.net nem látok queeneket. De. Elkészült mind a kettő. Megvan mind a kettő. Csak a production-on nem vettem észre. És M-King elvetette a legelső hibát Zerggel, amire mindig nagyon figyelni kell. Az, hogy az Overlord olyan helyen legyen, ahol látod az ellenfeledet, de az ellenfeled kényen nem tudja lelőni zébe semmiképp sem. Igen. Például az ugye... kettőt is elveszít. Igen, ez fájdalmas lehet most. Például... Nagyon fájdalmas. Azt hiszem ide szokták tenni, hogy lehessen látni az egységeket, illetve még ide el szoktak rejteni egyet hátra, és aztán bescoutolni a main-t. Igen. Mostanában viszont egyből mainre küldik, tehát leszcoutoljuk a naturalan hatcherit, vagy mi történik, vagy van-e hatch, utána bescoutolnak, hogy megnézzék a gáz, mert mindig a gáz a csak DZ-ben. És még mindig érez a link. Elként, na most... Igen, most hero fog... link. Igen. De csak most jött ki az... első Queen M-Kingtől. Igen. Viszont Larry-e már van, ami szerintem ilyen szinten, az ilyen időben felesleges. Valamikor most kéne elkezdeni a Larry-t, amíg ott 6-6-30 körül. Mert ezzel 150 minerálból és 100 gázból mást is vetett volna. Akár Banelingnestet, akár még drónokat. Akár Roachvarant. Akár Roachvarant, igen. És ez a sok gáz ilyen korán teljesen felesleges szerintem. Nagyon sok ez a slow link, ezeket a slow linkeket igazából annyira nem értem Worst.net oldaláról. A slow linkeken nem érdemes. Tehát linket slow-ban nem jó kihozni. Tehát hogyha már linkeket hozunk és ennyit, akkor mindenképpen legyen hozzá speed. Speedling a legfontosabb upgrade a Zergnél, akkor nem szoktak a prók se venni Zergling speedet, hogyha az elején gáz nélkül játszanak, és 6 percre tesznek csak gázt, és így rócsolnak később. Bár sikeres lesz ez a link támadása. Sikeres lesz. Nagyon sikeres lesz ez a támadása, mert egyáltalán nem volt kint Overlordja M-Kingnek, és pont ezért. Az összes Overlordja itthon pihen, nézi a köveket hátul, igen. Milyen szép belsőr. És így jön le 3 Spinecrawler, de ezek már későn, igen. És innentől elég egyértelmű a meccsnek a kimenetele eredménye, igen. Amit még meg lehet jegyezni, hogy M-King az kommunikóját a Hatcherivel szembe tett, ami nagyon jó. Ezt ajánlom mindenkinek, hiszen ha egy Baneling Wall-Lane-ra megy a Zerg, akkor a Queen bele tud a bújtatni a Hatchery és a kommunikó közé, így sokkal kevesebb damage-et szenved, és a Queen az nagyon fontos minden egyes ZZ-ben. Na jól van, nézzünk akkor egy következőt, ez jó gyors volt, bár az EVZ-ket igazából megszokhattam volna, hogy gyorsak. Esetleg kettő szilveres, bár úgy látom nagyon sok itt a volos játékos. Én tegnap ladderrel játszottam egy 45 perces EVZ-t, elég fájdalmas volt, az ellentel nem akart kilépni. De aztán végül győzelemmel lett vége. Nos, jelenleg keresünk 2 drop silveres játékost, hogyha nincs, akkor maradunk a bronznál. Nem ez a main faja, M-Kingnek nem ez a main faja, de hát igen, aki randommal játszik, az egy eléggé rizikós dolog. Spooky Wizard. Mondj egy pályát! Derelict Watcher. Micsoda?
Derelik. Ja nem, nem az, csak nem engedi megnézni a profilját Spooky Wizardnak. Nekem megengedte megnézni. Igen? Zerg és Silveres. Ó, jól van. 13-21 esztat. Oké, és Armand jönne még egyet. Ő pedig bronzos. Stark jelentkezik. Ő a másik Silveres. És ő Terán. Őt ismerem is. Mint hát így. Igen, C4 fanos ő is. Játszottunk meg. Akkor hát neked meg a klánod. Szóval... Zerg? Most Zerg lesz? Még egy ZVZ? Hát nem, Terán. Jó, oké. Okay. ZVT. Már megrémültem. Még egy ZVZ. Jó, oké. Ez már kicsit hosszabb lesz mindenképpen. Igen, igen, és esélyes, hogy hosszabb lesz, illetve minden matchuphoz teljesen másképp kell hozzáállni. Azt mondják, hogy mehet, akkor meg nem állunk. Jó, sokan gyűjtetek össze itt nézőnek, 55-en vagytok. Jaj, elfelejtettem mondani nekik, hogy kapcsolják ki a streamet. Majd beírjuk most itt gyorsan chatbe. De szerintem vannak annyira tisztességes játékosok, hogy kikapcsolják, legalább ne némítsák. Hát legalább az. Hát meg ugye nekik is, mondjuk nálad is kikapcsolhatná. Micsoda, kapcsolom ki ilyen streamet, vagy mi? Hát, neked be van kapcsolva? Nekem be van. Csak az, hogy visszahallom magam néha. Én is. Hát akkor kapcsolod ki. Hát neked minek? Okés. Hát TSM vagyunk. Jó, oké, mindketten kikapcsolták, én örülök neki. Én is kikapcsoltam. Te is kikapcsoltam. Neked is örülök. Bal alsó sarokban nagyon szép ül a színekben a magyar játékos Silveres Spooky Wizard. Még jobb felső sarokban C4 Fan klánnak Terra játékos a sárga színekben Silveres magyar ő is C4 Fan Stark. Terran versus Zerg. Mindenképp érdekes, mert nekem a kedvencem. Te a Zerghez értesz, én a Terrához. Eddig... Igen. Eddig... minden rendben. Ó. Itt egy misclick volt szerintem Spooky Wizardtól, mert két drónnal indult el valamiért scoutolni. Ó. Vagy nem tudom, hogy... Nem. Ebből mi lesz, és közben az Overlordja megállt. Mi sose jó, hiszen... Overlord scout mindig kell még Terran ellen is. Általában naturál mellé szokták küldeni, vagy rallizni az Overlordot. Hogy a marinok ne lássák meg. Vagy esetlegesen a rámpa felé, hogy lássák, hogy Marine vagy Reaper jön-e éppen, hogyha nem drone scoutolnak. De ebből most Reaper lesz. Hát kíváncsi vagyok, hogy ezzel a kettő darab drónnal mit fog kezdeni. Lehet, hogy ez egy külön taktikája a TVZ-re. Vagy nem, le akarta volna fogni a gázokat, viszont csak egy gáz sikerült lefogni. Gázt lefogni ZVT-ben Zerkoldról, akkor érdemes, ha már fennragadt az első scout drónod és reaperözik, és akkor esetleg kicsit tudod harasszolni, azaz késleltetni a gázinkem miatt, bár nem lesz olyan hatásos a delay. De közben otthon már expelt Spooky Wizard, tehát akkor hátrányban nem lesz. Most az a két drón az csak minerál lett volna neki, de az is számít, minden rá számít. Nyilván. És itt ugye először jött egy Marine Starktól, és csak utána jön a Reaper, és igen, ezt akartam is mondani, ezt a Reapert nyugodtan lehet kirealizni az ellenfél bázisára, és azzal pedig mikrózni. Nagyon kíváncsi leszek Starknak a mikrójára, a Reaperrel, mert nagyon fontos, hogy pont annyit harasszoljon az ember, amennyivel ugye tud a saját bázisára figyelni, de úgy látom egy... Ugye ez egy alap Reaper Exp, és inbase teszi a Command Centert eléggé biztonságosra, vette így a figurát.
Igen, a prók szokták azt csinálni, hogy low ground-ra teszik, mert bíznak annyira a Reaper mikróba. Bár akkor is néha két link hátra tud szökni. Közben ez a Reaper szerintem magas high ground-on akar felugrani, azaz magas. Túl magas. Na most visszakapcsoltad? Igen, kell a multitaskra. Nem kapcsoltam vissza semmit. Akkor el nem tudom képzelni, hogy miért hallom be néha a streamet. És itt nem figyel Spooky Wizard, el kéne húzni egyesével a drónokat, ezek szépen sorban halnak meg. Ennyi drónveszteség az már kritikus is tud lenni, de Stark se figyelt a Reaperre. Bár ezt még megmentés. Még túléltem, viszont most az alsó Queen, az megöli. Azt megöltem. A Reaperen mindig nagyon vigyázni kell, mert ha Reaperrel nyit a terem, akkor utána mindig egy második Reapert és vagy Hellionokat tesz hozzá. És azzal harasszol be később, és a harmadikját mindig figyelni kell a Zergnek, hogy van-e, lesz-e. És ebből tud körkezni, hogy Bailing Blast jön-e, vagy sem. Igen, ami szerintem itt a legnagyobb tanulság az, hogy soha ne veszítsd el a Reaper-t. Még hogyha nem is tudsz megölni talán drónt, egyet vagy kettőt, akkor is sokkal fontosabb a Reaper megtartása. A, azért, mert mindenképp tudnod kell, hogy mikor jön a Zerg, hogyha jön a Zerg. B, ugye mint mondtad, hogy tudod figyelni a harmadikját, mikor teszi ki, mennyire játszik Greedy, mennyire játszik Cobrin, ugye a Zerg kollega. A gázszaturációra szintén kell figyelni, tehát ez 1 per 2, ez így nehezen működik. Igen. Viszont Spooky Wizard rámutató, hogy egy olyan bőfél percet késett a Zerg speedje, mert így is odaérnek a lingei időben, és ez a bunker is lent késői volt, hát... és ez a Baneling Blastnak induló támadás valószínűleg sikerülni is fog, hogyha nem ront el pár súlyos dolgot. Igen, ugye jelenleg majd most fognak jönni talán a Siege tankok, igen, már jönnek is a Siege tankok, eléggé védekezőre vette a figyelmet Stark. Meg is nézem, hogy nem, tehát nem szkennelt. Ilyenkor már talán érdemes egyet leszkennelni, hogy mégis mi fog érkezni Zergoland oldalról. Persze a tank az nagyon jó ötlet. Mindennel, tehát nagyon jó rócsok ellen, nagyon jó ugye Baneling-ek ellen, viszont ettől függetlenül egy scant meg kell lejteni, mert hogyha nagyon-nagyon greedy-re veszi a figurát és beszette volna a Spooky Wizard mondjuk a harmadik bázisát és a terem betankozza magát, akkor mutaliszkekkel elég csúnyán el lehet bánni ugye itt a teránnal. Az Zergoldalra viszont csak Baneling-ekkel Baneling basztolni nem éri meg, nem kosztefektív egyáltalán. Mindig Link Baneling-el kell Baneling basztolni, mivel most még drónokat az utánpótlásnak. És ezzel a 8 Baneling-el csak annyit ért el, hogy kérőszakolt egy tankot és egy bunkert le tudott vele szedni. Meg egy szuplit. Igen. Tehát nem volt kifejezetten effektív, mondjuk nem kerültek sokba ezek a Baneling-ek, de na másba is lehetett volna fordítani. Igen, a drónról szépen viszont, bár hogyha Baneling basztol, akkor inkább Baneling, az Link-ekre kellett volna menni, de már tesz is a harmadikot. Úgyhogy úgyhogy makrózik ő rendesen. Ugye amint látjátok, már kint van itt Starknak a medivekje, és ez mindkét oldalról egy fontos dolog, hogy benne Spooky Wizard már is elkezdtek küldni az Overlordjét, hogy kell nézni a drop site-okat, hogy esetleg mikor droppol a terrán, hova droppol, merre droppol, mert nagyon szépen körbe lehet menni, mert a Visionre nagyon kell figyelni Zergon, illetve a terránnak pedig az, hogyha van már medivekünk, akkor nyugodtan lehet használni a droppolási lehetőségét, és nagyon szépen leiszedít az Overlordokon, amit most kint vannak. Igen, a Zergnek az Overlordjét az ördögébe fontos ilyen nyílt területekre tenni, hogy lássa a Hellionokat, honnan jönnek, mikor jönnek, hogy tudja manőverezni a lingjeivel, hogyha persze jönnek Hellionok. De most így egyet, kettőt, hármat el is veszít, de hozza az utánpótlás. És ez a push stimmel és egy plusz egyel hamarosan ideér. Ó, viszont már itt vannak a tankok, és nagyon-nagyon megijedt a Baneling, nagyon megijedt a Banelingektől Stark, ugye. Split az ugye nem nagyon van, felkapta a tankot. Hát próbál, de... Nem sikerült akkorát alkotnia. Tankot végül is megment, és most megpróbálja bedroppolni a main, de ugye ezek már eléggé gyors lingek. Ez valószínűleg sikertelen drop lesz. Hát mondjuk, ami viszont hogy...
Zergnek még jó lehetne az a Baneling Speed, mert akkor sokkal hamarabban hátra tudta volna küldeni ezt a kis terrán sereget. Már most nem figyel Spooky Wizard, és egy Siege lesz itt, valószínűleg egy Evo el fog esni. Na hát, nem, itt vannak a lingek. Nagyon gyorsan megérkeztek a lingek, a tank nem tudott fel. Nem tudott elmenekülni. Amit még érdemes lenne beszélni, hogy akkor most beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen egység kompozíciókat választottak a játékosok. Itt a koraiban Link Baneling-el nyomta Spooky Wizard, de most átváltott Hydrára, erősen ráment a Hydrára, viszont rócsok jelenleg nincsenek, és fejleszti a kerepészt. Vagy most ezt ki lett cancelezve? Nem tudom, ezen az overlay-en nem láttam, hogy mit cancelezve. Hát te is azon az overlay-en vagy, mint én. Igen, de szerintem ki lett cancelezve, vagy... Uh-huh. Nem lett ki cancelezve, megvan a plusz egy armor a lingeknek, akkor többieknek is megvan. Ezt a Hydra Link kompozíciót általában csak Protoss ellen szokás, érdemes használni. Mert Terrának a nagy splash damage a tankról, vagy Widowmine-ról gyorsan megöli a lingeket és a hidrákat is. Mondjuk, hogyha nincsen siege-elve a tank, akkor eléggé kevésbé. Nagyon szép a medivac szám itt Stark részéről. Szóval nincsen felemelve se a bunker, nagyon szépen hátrahúz az egységeket, a tank végig is felsiege-elt, és ez meg lett fogva ez a Hydra támadás, és közben repül ki már a harmadik bázis is. Bizony. És van egy amit drop. El lehet mondani mindkét játékosra, az, hogy hatalmas bankkal dolgozik mind a kettő. Ez annak köszönhető, hogy a Zergnek majd az injectje a rossz timingban érkezik, vagy pedig nem költ eleget megfelelő unitokra, Amunilekre, nem szaturál elég gázt, és így szépen lassan hamar felgyűlik a bank. Ha látod Zergen, hogy magasabb bankod, akkor nyugodtan csinálsz overlordot, egy makro hatcherit. Igen, és figyelj mindig a szaturációra. Amit akartam mondani, amit most mondtam, hogy az Overlord szám az nagyon alacsony. Tehát 118 Supreme van most jelenleg az ugye itt elvesztett elég sok Overlord, és ahogy látom, még többet el fog veszíteni. És nincsen Overlord utánpótlás, és ez nagyon-nagyon nagy probléma az Egnél. Sokkal nagyobb probléma, mint a Terránál a Supreme blokk, mert... Na? Nincsenek. Attack move! Attack move, uraim! Igen, attack move. Attack. Mindig attack move-val kell küldeni a unitokat, ez egy szabály. Igen. Kivéve... Most egy... Hopp, majdnem feldroppolt teljesen, de egy medileket inkább lent hagy, mert abban most nincs semmi. Hát azért, mert megnyomta a D betűt és úgy droppol le, hogy ide már rögtön droppoljanak az egységek. Viszont ugye ennek hatása maradt egy medivek, ami üres és nem tud droppolni. És megint hatalmas supply blockban van a Spooky Wizard. Igen, ugye elestek az overra, nincsen utánpótlás itt, viszont lesz egy ilyen kisebb base része. Viszont kettő darab tank van itt, abból egy van lesiege-elve, nem. Hazamegy. Nem lesz base rész, hazajön. Hazajön, és most már kész van ugye a speed fejlesztés a hidráknak is, de itt nagyon sok minden el fog esni. Nincsen összekötve a bázisok, nincsenek összekötve a bázisok. Nagyon nagy probléma. Emiatt így halnak meg a hidrák, hogy sorban. Igen, nagyon gyorsan meghalnak így a hidrák. Mondani is akartam, hogy DVT-ben ennek a legfontosabb dolog a creep spread mindenképpen. Hiszen terrain unitokat csak creepen lehet nagyon hatásosan megölni, valamint ha dropok miatt manőverezni kell unitokkal, akkor is a creep nagyon felgyorsítja. Valamint persze még vision is, hogyha egy drop jön esetleg, vagy bármi. Mindenképp, tehát hogyha a terrain droppol, akkor megpróbál mindenképp egy olyan helyet keresni, ahol nem lát az erg. Ezt kihasználva egy meglepetés támadásba viszi át a droppot, ami ugye az ergnek eléggé halálos, mint ahogy az előbb is láthattuk. Terrának nagyon felgyűlt a bankja, valamint szerintem még supply debokat is letehetne, mivel annyi production épülete van, hogy ebből nagyon tudná hozni maribokat. Bőven. Viszont, igen, és megindult most még egy kis pushra. Hát igazából a végzetes pushra, igen. Azt kell mondjam. Tekintve, hogy ugye nincsen nagyon nagy creep spread, csak bent tud védekezni ezekkel a bénékkel. A harmadik elesik négy darab marináltal, a bénlingek azok el fognak készülni. Időben még, de szerintem a creep hiány miatt ez a push meg lesz, mert sikeres lesz ez a push Terránnak. Kivéve ha... Már... Jaj! Nem értem, miért fordította vissza a seregét Wizards.
Én sem, ez annyira egyértelmű volt ez a csata neki. Hiszen ha nem split el a Terran, akkor akár 4 is meg tudja lenni az egész seregét. Lásd, Carnet Bomber Game 3. Mégis sikerült valamilyen szinten kivédekezni a Spooky Wizardnek, de innentől már nincsen production, ott egy GG. Viszont tele van a bankja, simán csináltott volna annyi Zerglinget, amennyit akar, mert... És kíváncsi vagyok, lárva szám is volt, 15 lárvája volt igazából, de... Hát nem tudom, én azt mondom, meg tudta volna fogni még ezt lingekkel. Ne adjuk fel, srácok, szerintem ezt is. Mindenképpen meg tudta volna fogni lingekkel. Már csak tapasztalatból is mondom, mert nekem is volt egyszer egy ilyen, hogy alig volt seregem, kipusolt a Terran egy ilyen hasonló sereggel, és volt elég lárván meg pénzem arra, hogy hozzam a lingeket. Azt mondja Stark, hogy halkabb a hangom hozzád képest. Fú, nekem pont, hogy ordítasz, de akkor feljebb nyomnak, és a hangszóromat lejjebb. Mondja egy mapot. Polar Knight. Polar Knight, tökéletes. Én Pistenek már beígértük. És Frebs. Nyomjátok, srácok. Utána szerintem mindenki folytatjuk majd egy bronzossal. Hogy még azt is meg tudjuk nézni. ZVP remek. A Zergnek mind a három lehetséges ellenfelét akkor már végig kísértük lassan ezen a streamen. Ja, köszönöm, hogy mondtad, hogy off-falják a streamet. Hatalmas trollkorások vannak itt chaten. Borzalmas. Azt mondja Stark, hogy jó hang. Jó, örülök, hogyha jó a hang. És ez már egy gold szintű játék lesz, tehát itt már, ha minden igaz, kisebb bankokat és jobb mikrót is láthatunk. Igen, kíváncsiak, várom, hogy ugye a goldosok is ugyanúgy ejtenek hibákat, úgyhogy vannak taktikai problémák. Kíváncsi leszek, hogy Inz Pista és Frebs mennyire fogja tudni nekünk ezt bemutatni. Jobb alsó. Alul középen, türkisz kék színekben a protosz játékos Inc Pista, C4 Fun Clan-ból magyar, még és goldos. 12 óránál EG Burn klánnak narancsárga színekben Zerg tagja, goldos játékos, ő is magyar, Frebs. Na és közben Frebs küldi az Overlordját megfelelő helyre, Naturalra, hogy lássa, hogy lesz First Expand. Ez mindig jó, hogyha az Zerg elfő Naturalra küldi az Overlordját, a legelsőt. Máshova nem is érdemes szerintem. Ó, ne haragudj, közben visszatértem. Semmi. Nézzük akkor még egy kicsit a mapot, hát ha kiderül ebből még valami, mert alapvetően ugye igaz, hogy én csak úgy randomra válaszgattam most meg a mapokat, de a mapban is nagyon-nagyon sok mindentől függ, hogy milyen taktikát alkalmaz az ember. Szerintem ez a map nagyon jó protossnak és Zergnek is, hiszen a Natura előtt egy jó széles rész van, amit mondjuk nehéz lehet lefalazni, mert sok épület kell bele, de bár force field-re el lehet vágni. Ide protosszal betámadni nem annyira jó szerintem. Bár elől is van egy nagy rész, ami szintén hátrányos protossnak, mert itt könnyen lehet körbevenni az egységeket.
valamint középen a szép nagy watchtowerek lefogják az egész területet, és esetlegesen oldalt lerakhat be pár proxyt is a TOSZ, hogyha valamit itt akarhat. Igen, hát megpróbál valamit, kettő darab pályanat le is tett. Igen, de valószínűleg cancel lesz mindenből. Hát igen, mert elkapják a próbot. Elkapták a próbot, nem tör ez már csak minerál. És ott a cancel. Force first-re ment, viszont a minerálja eléggé felgyűlt már ahhoz, hogy expeljen egyet, és már viszi is le a próbot. Igen, még de... Fraps oldalára 4 link jön. Igen. Nem is expert, hanem inkább elkezdte megpróbálja befalazni magát, tekintve, hogy ugye most már jönnek a lingek, és hogyha ezek a lingek bejutnak, akkor az fájdalmas. Nagyon-nagyon tud az fájni. Egy darab gázom van jelenleg Frebs. Szerintem ez a korai gyors lefalazás maximum akkor hasznos, vagy akkor kivizetődő, hogyha Protoss scoutolja az early pult, mert egyébként az Zerg csak azt figyeli, hogy a harmadikánál nincs ott egy prób a lingekkel, valamint a próbot vadásza mindig oldalakon, hogy hova rejtheti a proxyt, így nyugodtan leteheti a Nexus hamarabb. De ez is sokkal biztonságosabb, amit Inspista csinált. Na csak akkor Frebsnek annyit, hogy ugye kellene elkezdeni próbokra vadászni, mert ugye konkrétan igen, itt van egy a ott szomszédban. Ott van, de az észre is veszik mind a ketten. Még csak most kezdődött el a metabolik busz, van ez a prób szerintem túl fogja élni. Valószínűleg túl fogja élni, de metabolik boost az mindig jó Zergnek, hogyha van, mostanában legalábbis Protoss ellen. Régebben még Wall-ban Stefano csinálta azt, ő kezdte el divattán teremteni, hogy két gáz 6 percnél, és utána Roach van a Nevo Chamber, de az early speedling mindig nagyon jó, hiszen be lehet vele scoutolni az egész mapot, hogy megtaláljuk a proxikat. Protoss Oli kivérésével a proxy pályán megfogása mindig hasznos. És speedling esetleges haraszok ennél is hatásos. Már jött is a második gen, szerintem most láthatunk valami tech-et itt is Frebs-től. Supply blockban van viszont, és nem tesz még harmadikot 6 percnél se. Tehát én ebből agressziót. Tehát, hogyha én így játszanék, akkor én agresszívan játszanék, mert harmadik az mindig Protoss ellen. Akkor is, hogyha egy bézen van, mert akkor mindig le kell scoutolni a mainjét, olyan 6-37 perc körül, hogy mi van. És hogyha egy bézen van, akkor kell cancelozni a harmadikat még éppen időben. Na most Frebs csak ide hátra scoutod, azt hittem le akarja szedni egy tesztélyeget. Nem. És még több gáz szed Frebs. És szerintem most akarja letenni a harmadikját, talán. Igen. Most viszi a drónt, igen. Tehát akkor ez egy eléggé késői harmadik. Igen, nagyon késői, 7 percnél szerintem. A harmadik 4 perc, 4.30 az, ami úgy megszokott Zergnek, hogyha... Hogyha két base, igen. Hogyha két base és egy gáz, tehát ilyen metabolik búzdasítás, akkor is még a legkésőbb ilyen 5-5.30 fele van, bár most Inspista scoutolja azt egy supply box kísérletében. Beszorította véletlenül a saját próbját. Egy nagy probléma. Amit még sokat láttam streameken, illetve hát be van, amit nem tudok a Zergről, az, hogy mindig ide szoktak hozni a leendő harmadikra egy overloadot, hogy pont az ilyen pylonokat le tudják scoutolni, vagy pont igen, lássák, vagy ugye? Egy overloadot isznek oda, vagy pedig lingeket. Két linget, igen, vagy egy linget. Az lényeg, hogy mindenképp kell utánpótlás, hogyha expel az ember, mert ez történhet. És amit nem csinál most például Frebs a ismételt supply blokkja miatt, az a productionje, mert ha megfigyel csak egy lerje van productionbe, és most ez a hatchery, és csak drone kell pumpálni mindig Protoss ellen, és folyamatosan scoutolni kell mindig a teljes kapot, és ha mondjuk az emberek van sok lárvája, és nem tud dönteni egy próbot csinálni, akkor ha géteket lát, vagy sok akkor unit, ha nem, akkor no. De most észrevették ezt a Cannon Rush-t, ami sikeres is lesz, és a harmadik le fog esni. És most kezdett el csak 11 drone-t csinálni. Igen, eléggé
későn, legadásul ugye ez a harmadik, ez teljes mértékben halott. Igen. Így még később. Főleg, hogy még szentrik is jönnek mellé. Már vigyázni kell szentrikre, hogy a broodlingek ne egyenek meg egyet vagy kettőt. Bár ebben nem lesz itt semmi. A force egy kicsit mellé lett éve. Közben Zergnek, amit én nagyon nem szeretek látni, az az, hogy mindig 16 vagy max 18 felett van a drón szaturáció mineralon, mert 16 szerintem teljesen elég és egészséges. És ebből 23-ból 7-et szerintem át akart vinni a harmadikjára. Na most juritokat kéne csak csinálni, és majd is 9 mutaliszk. Szerint itt van egy eléggé nagy protosz. Igen. Sereg. És nem, hát, nem mert támadni. És na most el... Azok a farszildek. Nem még volt. Még egy Transius lement. Amiért nem jó Zergnek Quint hozni ilyen hamar unitok ellen, az az Inject ismét. Mert ha most megnézed a Quinteket, az összes nagy energiájú. Tehát ebben lesz, hogy nem Injectelt jól. Igen, és nem is használja Transfuse-ra őket, pedig arra még azt mondom, hogy hasznos. Most kifokuszálja a motorészek itt egyesével, nem, ugye nincsen, ami tankolja ezeket az egységeket. Igen, nincs. Ugye a protoss fog győzni. Még tartja meg át az elk szerintem egy jó ideig itt, még a max 1-2 rúcs nem bankja hatalmas. Nagyon megvált is letehetne, de... Nem, nagyon-nagyon sok ez a stalker mennyiség, és... Szerintem most inkább megy a harmadik járra Inspista, és... Te Sentry majdnem elesett. El is esett. Nem, el is esett. Szerintem ez a három utaliszt már nem fogja megváltani a világot, azt kell mondjam. A speedlingek azok eléggé hatásosak, de ellenük már vannak. Igen, Zelotok. Nagyon szép egység kompozíciót választott Inspista. És ezzel használnak. Inspistának így játék végén annyit el lehetünk mondani, hogy nagyon sok gáz lett, mert hogyha két vész vonatik egy protosz, akkor az 2, max 3 gáz teljesen elég, 3 gáz, hogyha immortált is hoz, mert így jól ki lesz balanszolva a bankja, ha csak 2 vagy 3 gáz van. Most az a 6 próba szedte valami derált is. Szerintem legalábbis. Igen, ez meglátszik nagyon ugye a bankon, illetve az egységeken is, hogy nagyon sok volt a stalker. Most ugye egyre kevesebb a stalker, és nem védik meg az élatok a stalkereket, és a mutaiszkek végül is ki tudták tisztítani. Igen, de Fraps elvesztette a naturáját is, és 32 dolgozó jelenleg a mainjén. Ami édes kevés. Igen. Meg a túléléshez is. Azt kell mondjam, mondjuk az elatok ugye nem jók levegőbe, de már azért megérkezett a stalker után. Tehát már lefedi az új stalker sereg, igen. Stalkerek kellene ugye hozni kell speedlinget, és azokkal megpróbálni megölni a stalkereket, miközben a mutaliszkek kiosztják a damage-et és túlélik igazából a csatát, hogyha ilyen helyzet alakul, legalábbis nekem... Igen, a unit countereket mindig meg kell tanulni mindkét oldalról, hogy mi ellen mit kell hozni. Stalker ellen mindig speedlinget, Sentry ellen speedlinget, a Zealot ellen a Roach-a jó, vagy a Hydra. Hydra az jó minden GP unit ellen. És már jön is a BM-ség. Na lássunk egy GG-t. Ott van GG! GHG. Majdnem. Én ezt is elfogadom. Ez volt egy goldos játék. Na mire menjünk most? Mit mondasz? Menjünk még egy... Melyik mapra? Hát, ja. Szerintem most menjünk egy bronzosat. Jonsu. Megint. Jonsu Ladder Edition. Jonsu. Meg is van. Már írt két bronzas is, hogy nekik ez jó. Armand. Armand és Evilio, ha jól látom. Megkerestek téged.
Így. ZVT megint. Jó lesz ez. Sok az erg a ladderen. Igen. Legalábbis a magyar ladderen. Eléggé sok, de mindjárt meccsában volt egy zerg. Az egyikbe kettő is. Streamet offoljátok, srácok. Na kogó. Kinézek kicsit a chatre. Nekem nem tetszett, mert OP a TOSZ. Nincsen, hogy OP. Ezt is szeretném, hogy megtanuljátok, szerintem. Te mit mondasz erre? Én néha szoktam nézni, de szerintem sincsenek OP-k, hiszen ha OP lenne a mondjuk a Protoss, akkor Grandmasterben csak Protossok lennének. Vagy fordítva. Tehát... ki hogy gondolja, de szerintem olyan, hogy OP, olyan nem nagyon van. Maximum, hogyha direkt úgy csinálja meg a Blizzard poénból, vagy bárhogy. Bal alsó sarokban, zöld színekben a Dark BM klán tagja Armand Hu, aki bronzos és szintén magyar. Míg a jobb felső sarokban, lila színekben szintén egy bronzos magyar zerg játékos, Evil Yu. Aki csinál egy Overlordot. Jól teszi. Jól teszi, és el is lett küldve az Overlord nagyon szépen. Igen. Időben a Natural-re. Igen, a zerként az első Overlordot a ZVZ-ben csak ott kivéve mindig Sermaturálodra kell küldeni, hogy lásd, hogy van-e ott éppen Pylon esetleges kenóráshoz, vagy bunkerás történik, vagy bármi más. Az EVC-ben azért nem érdemes Naturálodra küldeni a saját Overlordodat, mert a Zerg nem tud mit beproxizni, vagy berasolni oda, csak a linkekkel tud operálni, vagy maximum spinecrawlerekkel. Az pedig már az útvonalból észre lehet venni. Ez a Rax csak szerintem a kicsit túl szélen. Vagy... Nem, az jó helyen van. Jó helyen van? Az jó helyen van az a az nem a szoktam felhasználni Terrannal ezen a mapon. Azaz Terrannal nem szoktam játszani. Steve... na, jó, oké. Okay. A production-je teljesen halott volt és így meglepődtem. Közben jön a 15 hatchery. Addig semmi fancy nem történik. Annyi, hogy Armand most tette le csak a gázát 14-nél. Igen, ez azt jelenti, hogy hát emiatt sokkal hamarabb kéne tenni, hogyha Reaper expandni akar. Viszont ez a build sem rossz igazából, hogy kihozni egy marint, az mindenféle ilyen korai idézőjeles csízes támadásra jó. Ugye nem véletlenül tette rögtön ezt a supply depot utána, tehát most ugye abban kell gondolkozni, hogy mi jöhet bronzban Zerg-től. És igaz, hogy mostanában talán kevésbé jók ezek a gyors lingrások, de attól még szerintem nem árt ellenük védekezni. Kíváncsiak, hogy időben fogja csinálni az Orbital Commandot, igen? Jól van. Orbital, azt mindig kell venni. És Armand most nem figyel, pedig Overlordot mosolyogva leszedhetne, mert Evil jó. Csak oda klikkelt a Naturalra és hagyta az Overlordját elmenni addig. Vagy ide oldalra gázhoz érdemes tenni mindig az Overlordot, vagy mint ezt előbb is említettem egy korábbi meccsben, a rámpát leszkótolni vele legelőször, mert ott még el lehet menekülni. Most kíváncsi vagyok, hogy mit fog kezdeni Armand ezzel a gázzal. Tesz egy reaktort, hogy gyorsabban jönjenek a mainok, viszont nem expel. Tehát... igen. Meg a scout információ, úgy vannak egyáltalán? Nincs. A legnagyobb probléma jelenleg Armandnál, hogy zero scout információval rendelkezik. A barakkot vagy már, ugye, mint ahogy láttuk, hogyha gyorsan be akartok falazni, akkor a szuplit, építő, SCV-t mindenképp el kell küldeni, felscoutolni, hogy mit csinál az erg játékos, van-e egyáltalán natural-je, van-e harmadikja, mert az is megesett, ugye már az ötödik percben vagyunk.
hat, a három hatch before pool killnél. Hát akármi megeshet, és a scout információkból, tehát a derítésből nagyon-nagyon jól lehet olvasni a játékot. 500 minerálon van jelenleg Armand, bőven lehetne tenni egy... Igen, bőven expelhetne. Command centert, akár fentre, akár lentre, hogy már legalább készülőben legyen. Illetve 200 gázon van, és semmi gázigényes egységet nem látok a pályán, sem factory-t, semmi ilyesmit. Így a gáz, hogyha már szedünk gázt, akkor használjuk ki. A Brozligában az szokott feltűnni mindig mindenkinek, hogy nagyon sok bankaló, nagyon nagy bankaló játszanak a játékosok. És ez általában annak a hibája, hogy valamit azért valamit letesznek, de nem használják ki. Viszont egy Overload ismét a mélyre berepült, és nagyon ki van téve a marinoknak a veszélyének, és már így kettőt elveszít, az sose jó a supply blockzernek. Mindig az, hogyha rugalmasan jönnek a jönnitok, mert akkor folyamatosan megy le a pénz is. Most csak drónolnia kéne, meg injectelni. Meg mondjuk harmadikat tenni. Igen, harmadik az 6 percnél kell standard timing szerint tenni zergnek. Kivéve persze, hogyha Hellionok vagy épőrökét bekésteltetik nagyon, bár akkor én általában egy Bailing Bustra szoktam rámenni, mert utána makrózni, hogyha az ellenfélnek a makrója is nagyon jó, akkor nehézkes, azt mondom. Nem az, hogy lehetetlen, meg nem éri meg, de nehéz nagyon. Nézzük, hogy a Zerg milyen egység kompozíciót választ. Ugye jön a Baning Nest, a Baningek azok nagyon-nagyon jó bronzos terránok ellen, tekintve, hogy ugye nem tudnak splitelni, eléggé kevésbé ismerik. Mondjuk talán a legjobban ismert taktika a Baningen az a Marauder, illetve a tank. A tankkal viszont nehéz bánni, így én hogyha esetleg a terrán Baningeket látok, hogy én ajánlom a Maraudert. Annyit kell csinálni, hogy duplakat a marinokra és hátra küldeni őket. Nagyon-nagyon hatásos Baningek kivédésére, illetve... Vagy persze duplakat a Maraudekre és előre stimelni őket, az is jó. Az is jó, hát de általában az Zerg szokott engage-elni Baningekkel. Tehát meg is én még soha nem támadtam Baningeket. Max a készülőket. Közben itt elkerült egymást ez a két kis sereg. Ez a 11 speedling és az a két Marauder. 18 marine. Igen. Ott vannak a Baningek már a high groundon és rögtön leolvasztották a marinokat, illetve hogy a speedlingen nagyon gyorsan megették a Maraudert. Amit hiányolok még Armandtól, hogy Steam. És hogyha a bio ecsiekkel operálunk, akkor medivek. Nem tudom, ugye Stark játszott szépen, ő hozott nagyon szépen medivekeket, ajánlom mindenképpen Armannak is, illetve nem értem ezt a harmadik elhelyezést sem, ami még jelenleg nem orbitál. Orbitált azt az első három CC-re kell csinálni, negyedik bázisra elég teljesen a Planetary Fortress. Hát mondjuk... Mert általában a negyedik bázis a legkitettebb esetleges támadásoknak. Igen, itt nagyon-nagyon bevédekezett Armand egy bázisra, ami a Terránoknak a legfőbb hibája bronzban. Nyugodtan ki lehet menni a Naturalre. Itt is egy nagyon-nagyon szép védekezési lehetőséget nyújt, azért mert hogyha ide kitesszük a high groundra szélére a siege tankot Baningektől, ezt az oldalt simán levédi, ide is egy tank, ezt az oldalt védi le Baningektől vagy rócsoktól, és a Natural nagyon-nagyon-nagyon egyszerűen megvédhető. Ezt a sziklát meg nagyon-nagyon ritkán látom leszedve, csak ilyen late game szituációkban, amikor a saját... Igen, azt csak late game-be szokták leszedni. Tehát akkor is általában csak a saját embert, a saját bázisán szedi rá az ember, hogy gyorsabban oda menjenek a munkások, illetve a védelem. És csinál egy második factory-t, gáza van rá, nagyon-nagyon sok pénzzel operál, ugye Armand supply depot bőven jöhetne még, kettő vagy három, elkészült egy engineering bay, de fejlesztés jött belőle, semmilyen fejlesztés nem jött még belőle. Nem jó ez az egység kompozíció. Tehát Hellion az vagy önmagában menjen előre és dolgozza meg itt a Zerg sereget, viszont az eléggé mikroigényes egység. Vagy hogyha nem, akkor, hogyha tényleg csak bióra akarunk menni, vagy biotankra akarunk menni, akkor jöjjenek hozzá medivekek,
és legyen Starport, és a Starporton pedig legyen reaktor. Itt Armannál ezek a pánik depók jönnek, ahogy Nevermore mondta az egyik streamén. Amikor hirtelen szuperdrogba kerül 3 vagy 4-et letesz a teren, ez mindig nagyon-nagyon rossz. Mert ez 3 SC-t is elvesz attól, hogy dolgozzon. 3-t akkor érdemes, hogyha hamar le akarsz falazni valahol. Tehát mindig érdemes sokkal-sokkal előre inkább letenni a depókat. Zerg viszont eddig szépen költötte a pénzét, de most valamilyen hatalmas bankja lett. Hát most elindult támadni, igen. Ugye itt ez igen. A teljesen megvédhetetlen harmadik jelenleg Armannál, de nem szedi le Evil U. Hagyja leégni szerintem, vagy csak... Bár most hoz egy Blue Flame upgrade-et, Armand-hu. Egy darab Helionra. Igen, egy darab, két darab Helionra. Kettő darab Helionra, nincsen felszígyelata. Na itt most láthatjuk, hogy szép igazából a védelem. Tehát nem rossz, viszont a marinokat előre kéne küldeni, hogyha már... Viszont Steam nincs. Steam nincs. És nem volt, tehát a marinok nagyon-nagyon gyorsan meghaltak a mutaiszkek ellen. Így nincs is. És egy mulla, talán meg akarja javítani a barakot. Igen, megjavítja a barakot a mulla, de innentől már veszett fejszenyele. Úristen, 200 AP-n volt jelenleg Evil U-nál. GG! Fejlesztés végül is megjött. Én azt mondom, hogy először, hogyha lehetőségünk van, ne az armort fejlesztjük Terránnál, hanem inkább Combat Shield. Nem, a Engineering BS fejlesztésre mondom. Ott az atakot fejlesztjük, mert mégiscsak ranged egységek vannak, és már az már régen rossz, hogyha az egységeinket harabdálják. Hát elsősorban azt mondom, hogy az atakot kell fejleszteni. GG! Igen, ez jó volt nagyon, annyi, hogy a Terran akkor tud nagyon tenni a saját játékán, hogyha... Hát most lehet, hogy kicsit súlyán hangzik, de ha tudnám, hogy mit csinál, mivel most letett mindent, de nem használt semmit fel. És akkor ér meg letenni például két factory-t, hogyha abból hozunk is valamit, meg akkor ér meg expandi, ha szaturáljuk, stb. Hát a tankokat szépen használt, tehát nagyon-nagyon szép volt ott a tank elhelyezés. Tehát védekezni tud, viszont azt is tudni kell, hogy hol kell védekezni. Ne álljunk meg egy bázisnál, mert az egybázisos védekezés az nem jó. Mert... Igen, az nagyon nem jó, csak hogyha hát abban nem lehet kezni úgy semmit. Tartod magad, hogy a Zerg már a hatodik kör Banelinget hozza beléd, és még mindig tartod magad, akkor megéri még egy bázison maradni. De akkor is, már ha nagyon felgyűlök a pénz, akkor CC-t érdemes kireptetni valahol messze, ahol nem lát. Azt mondja, hogy Silver legyen... Nem, legyen Silver. Van elég Silveresünk? Na itt a csoportban, te vagy itt most Silveres, Marcello... Közdéd nem, én voltam. Spooky Wizard, ugye ő volt az előbb, és Dinnye. Aki esetleg nem tudná, hogy melyik ez a csoport, amiről beszéltem, és csak úgy ide tévedt, ide kilinkelem a chatre. Vannak? Marcello nagyon akar menni. Tudom, nagyon akar egyet fanolni, és EG-ben kolbász. Én nem tudom így ki. 1v1 master volt. És most jelenleg gold. Szóval nem. Infected bronze. M-King megy Silveresen Terranna, ő micsoda? Ő bronz. Ő volt a legelső randomunk az EVZ-ben. Uh-huh. Akkor én azt mondom, jöjjön egy Silveres versus a bronzos győztes ellen. Szerintem ez jól hangzik. Mi volt ez? Jon Sol Adder Edition. Akkor legyen most Alterzim. Az egy jó nagy map. Akkor Star Station. Star Station az jó. Marcello,
Silver volt, gold. Jó. Beinveljük. Illetve ki nyerte meg az előzőt? A Zerg. Nem, Marcellus Zerg, az nem jó. Akkor legyen az, aki az első bronzvérs bronzt nyerte meg, aki nem más, mint... Hát az legelső bronzvérs, ja, az a ZVZ bronz, ZVZ volt, igen. Akkor második volt az... ZVT. ZVT, és akkor ott nyert a... Match History. Match History, ott nyertem. Már meg. Nézem. Jaj. Már öreg vagyok. Stark! Ő kell nekem. Már benn is van. Küld az invet. El is ment. TVZ megint. Lehetne lassan egy PVT is. Azt majd egy bronzos PVT-t. Streamet meg kellett, hogy off legyen? Írtam már. Ja, jó, oké, megvan. Az azt mindig off. Az mindig off-on van. Akkor mindenki ready. És amúgy emlékeim szerint Stark is goldos volt még előző seasonekben, mert amikor bevettük a klánba, akkor goldos volt, arra emlékszem. Most lejjebb esett a közeg szerint, ennyiben. Igen, mindenki lejjebb esett szerintem, főleg én platinából, high platinával ide estem gold aljába. Mindegy, mutassuk be a játékosokat. Jól van, akkor kezdte vagy az Erg? Bal felső sarokban, kék színekben egy magyar szilveres játékos, Marcello. Még jobb alsó sarokban C4 Fan Clan-nak a játékosa, és szilveres jelenleg, sárga színekben, ő is magyar, Stark. A Terrán. Így van. A Terrán. Nagyon jó. Nekem tetszik. Na lássuk, hogy vannak-e itt problémák, van minden jól működik, eddig ugye Stark már megnyert egy Silver vs Silver. Hopp, itt most Marcel. Egy nagyon korai Drone Scout jön. Igen. Mivel Max annyit láthat, hogy Gas First-re megy valamilyen indokból Stark. Reaper indokból. Elméletileg, vagy... Raxot még nem látom, még szerintem mindig. Ez egy korai factory-t akar ebből. Helionok? Inkább Bensi. Nem tudom, Zergelem már nem, én azt mondom, nem éri meg már a Zergelem Bensizni. Igen, ez már nem a Wings of Liberty. Igen. Itt már nem kell Spore Crawlerhez Evo Chamber. Igen, pont ez a probléma, hogy ezért egyáltalán nem éri meg. Még a Queen-eket oké, hogy le lehet szedegetni, vagy ignorálni lehet végül is, mert nincs olyan nagy damage-e, de a Spore Crawlerek már nagyon korán le lehet tenni, és hiába nem scoutolja fel, és pillanat alatt lett ez 2 vagy 3 sporkulert az Erg. Igen, és most mind a kettők majdnem azt mondanám, hogy Wings of Liberty-t játszanak, mert Marcel is erre 14-14-re ment, amit még én YouTube-on, amikor elkezdtem az Erged odds bétában, akkor néztem meg legelőször. Lárost Expert utána, úgyhogy egy kis korai gáz akar valamire használni, és ott is jön a factory, amit megmondtam. Igen, itt a korai factory. Folyamatosan jön még mindig a gáz, és nem állt meg, nem. Jó, oké, hát akkor én arra gondoltam, hogy ez valamilyen reaktor Helion
ba jó lehetett volna. Tekintve, hogy ugye 50-nél megállítjuk a gáztermelést, leteszünk egy reaktort a barakkal, és azt switcheljük a factory-vel, utána pedig jön annyi helion, amennyit csak ki tudunk kölni. A helion, hogyha tudjuk használni, és hogyha eleget gyakoroljuk Terránnal, akkor nagyon-nagyon jó egység Zerg ellen. Tekintve, hogy gyorsabbak, mint a ringek. Nagyon-nagyon gyorsan megeszi a lingeket, és a korai szakaszban általában, hogyha nem rögtön látjuk, hogy az ellenfél Zerg rúcsra megy, akkor csak lingjei vannak, néha béningjei, de hát nyilván a béningek még lassabbak, mint a lingek. Szóval nagyon-nagyon meg tudja érni, hogyha az ember gyakorol a Hellionnal. És te... Igen, a Hellion az nagyon jó, viszont egy dologra kell figyelni Hellionnal, hogyha Zerg ellen megyünk, hogy sose a creepen kezdjük el ölni a Zergmilket, mert creepen a Zergmilket viszont túlfutják a Hellionokat, és könnyen körbeveszik és megölik őket annak ellenére, hogy a splash damage öli a lingeket, mert akkor ugye szét vannak splitterült, mivel Hellionokon körben vannak. Igen. Hát ugye line damage van, tehát egy sávban sebez a Hellion, és hogyha körbeveszik ugye a lingek, akkor nem. De hiába sebez egy sávban, maximum szem kettőt sebez, vagy még akkor is csak egyet. Nem vagyok így tisztában ezekkel a dolgokkal, hogy mennyit, miért, mennyit? Hogy sebez Hellion. Azt tudom, hogy meg mikor, meg miért nem szabad ráfutni. Közben szerintem kezd igazam lenni végül, és Banshee-t hoz majd ebből a Starportból. És egy Hellion Banshee-re fog menni, de még mindig egy bézen. Igen. Ez a Tejas, ha jól tudom, Tejas kezdte el ezt csinálni, vagy ő tette ezt híressé, hogy Hellion Banshee-vel támadja meg a Zerget, mert az viszont nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hasznos tud lenni. Főleg, hogyha a Zergen nincsen Creeper összekötve három bázisra. Mert akkor Hellionokkal ki tudja szeregetni a Queen-eket, mivel egy Queen egy Hellion nem öl meg önmagában. Azaz Banshee, egy Queen egy Banshee-t magában nem öl meg. Főleg még Cloak is értéte. Vagy ez... Írt valaki biztos neki. Ja, mindegy. Mellesleg itt látom, hogy itt a Core Groupon megindult valami, mert próbálják már egymást keresgélni a játékosok. Játszhatnak nélkülünk is. Mindenki, aki fent van és szeretne gyakorolni, nyugodtan akárkit beinvelhet. Játszhatnak nyugodtan, nem kell ránk várni. Mi csak azért vagyunk, hogy egy-egy ilyen játékot lestreameljünk, és ebből... Na? Lesz akkor most unpause? És hogy ebből tanuljatok? Szerintem lesz unpause. Csak most az a kérdés, hogy Marcelo küld-e drónt a harmadikjához. Mert hamarosan elérkezünk a hatodik perchez. Na, ha mehet, akkor mehet, azt ír Marcelo. Go, jó. Akkor unpause. Jaj. Milyen a rendes visszaszámlál. Nuclear range detected. Úgy van, jól van, Spooky Wizard már meg is kérdezte, hogy akar valaki. Igen, ez a lényeg. Ez a Marine indirekt módon kicsit lent maradt, viszont már lent vannak a Hellionok. A Hellionok ezért fel lettek scoutolva, most már tudja Marcelo, hogy Hellionokkal van dolga. Bár hogyha a Factory-n a reaktor nem lett volna egyértelmű. Viszont nem tud semennyit. Tehát Marcellónak ezzel egy darab Overlordja van, hogyha ezzel bemenne, akkor látná. De azt az egy darabot is, az egy darab Marine le tudja mikrózni, mert aláfutlő. És közben Marcell egy orbitális szuperblokkba került, és 5 Overlorddal mászott ki csak belőle, amiket nem küld ki a pályára, hibásan. Hátra küldi őket. Igen. És jön a CC Starktól, tehát mégiscsak expel, nem lesz ebből semmiféle all-in. És a Banshee-t ezt oldalt küldi okosan, biztos tudja, látja, vagy csak tapasztalat neki, hogy Overlord mindig figyel. Bár szerintem jó Overlord placement el az egyik is észre lehet venni. Igen, most itt ez a kettő Overlord pont bele fog futni szerintem a Banshee-be, bár lehet nem.
talán éppen nem. Nem, a Banshee az ilyen ívesen megy körbe, és ugye megy is a Nature erre. Kíváncsiok, mennyire fogja gyorsan ezt Marcello lereagálni. Szerintem mindenképpen el fog veszíteni egy Quint és vagy 5 drónt, mert jelenleg egy Spore-crawler sincsen itt, csak 2 Quintje van. Közben pedig ugye jönnek előről a Hellionok. Hellionok itt azok ellen már van fal, tehát az nem fog sikeresni maximum arra, hogy delay-járra a harmadik bázist. Viszont akkor ki kell tenni a sajátot. Mint a Nature. Ez a 2 Evo plusz Spine plusz Roachoran fas egyre populárisabb most már ladderen is, mert de lehet, hogy Blue Flame Hellion timingot csinál éppen a terren, és ha ez bejött a drón sorba, a drónszerőkhöz, akkor ott... Akkor ott csak barbecue marad. Abból. Igen. Tehát ez mindig jó, ha a Zerg is lefal az mostanság. Eddig nem volt olyan népszerű, de érdemes csinálni. Közben a 1-1 Banshee van már itt, Cloak-kal. Igen, már be is indultak. És a... figyelni kéne, hogy a drónokat vagy... inkább a drónokat, igen. Valami szerintem az egy sima attack volt itt fent. Még egyelőre nem jönnek Spore-crawlerek. Overseer jön, de az nem... itt a Hellionok nagyon nem figyelt. De nagyon szépen bemikrózta őket Stark ide a Mineral Line-okhoz, és ott leírtotta a maradék Zerginket. Már el is készült az első Spore-crawler. Viszont ezekkel a Banshee-kkel szerintem nem az épületeket kéne lőni, hanem talán egy olyan helyet, ahol még nem látja a Spore, vagy még ahol nem lövi, és ott oda behorkozik sem ölni mindenképp. Olyan sok worker nem halt meg, 4 darab worker halt meg, ami édes kevés. Még egy Queen-re mindenképp szüksége lenne. 2 is hoz most jelenleg. A Sport előrébb teszi. Ezt nagyon könnyen ki tudja manőver, ezt mi a Banshee-kkel. Lehet, hogy leesik a Roachvelen. Le fog esni a Roachvelen mindenképpen. Leesett a Roachvelen, ez fájdalmas, viszont az egyik... Nem fókuszálták ki a Queen-nel ezt a Banshee-t. És az alacsony életű egységet érdemes kifókuszálni, de végül sikerült. És mondjuk még egy lövés ebbe a Banshee-be, és ő is halott. Igen, és a Zermkinen nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz visszafejlődni. Ez a harmadik bázisa jelenleg nincs, és még Widowmine is véri ott azt a helyet. És nagyon kevés volt az inject, mivel a Queen-jei hamar elestek, nem figyelt rájuk, nem injectelt eleget, sok volt rajtuk az energia. Nem tudott olyan gyorsan drone után pótlást hozni, míg Starkról ugyanez elmondható, hogy nem makrózott mögötte, nagyon a Banshee-t figyelt, és most hirtelen a production tabbé felugrott. Mindig figyelni kell, hogyha mondjuk beámulta egy Banshee-t, amit látom, hogy nem öl meg semmi, akkor nem nézni kell, és... örülni, hogy nem hal meg. Hanem... Igen, hanem addig haza kell gyorsan vinni a kamerát, ezt meg lehet csinálni a base kamerával is, ami alapértelmezetten a backspace, de át is lehet állítani, vagy akár kamerapontokat is lehet rögzíteni, azt is be lehet állítani, hát kieknél, azt hiszem alapértelmezett a Ctrl F1, vagy valami ilyesmi. Azt hiszem F5-től van. F2 talán. Valami ilyesmitől. Ctrl F5, vagy valami hasonló. Mindenki magának állítja be. Igen, és ezzel haza lehet ugrani, lehet tenni még 2 Raxot, egy CC-t, pár Supply Depot, és most Stark el is költötte a pénzét, ami Zerg Marcellótól nem mondható el. Megint csak az injectek és az overlordok miatt, mert... Igen. Kellene neki bázis, ugye? Viszont ugye a Widowmine-nak eléggé lefogják ezt a részét. Amit régebben én is tapasztaltam szerként, az az, hogy egy nagy ilyen csata mikro után gyorsan akarok csinálni valamit, ráfekszem a D-gombra, mert az a drón, vagy esetleg hozni akarok sok mutát, mert sok lett a gázom, és csak 4-et tudok kihozni, vagy 3-at, annak ellenére, hogy sok a lárvám, mert teljesen nagy szuplájba kerültem, de az a hatcher, igen, ezt akart mondani, hogy Snoot csinálta ezt, odavitt egy drónt a Widowmine-hoz, és mellette B.A. csinált gyorsan egy Spore-crawlert, és eltett a Widowmine-nak a shotja. Kis érdekesség. Roach Hydrát kompozíciót választott Marcello, mi esetünkben igazából nem tűnik annyira rossznak. Bár tank már van, bioegységek eléggé erősek heal-lel, hát nem tudom.
Én azt mondom, ez a... Rócsidra az akkor jó Terran ellen, most hogy így közben megok, hogyha a Zerg fontosan trédeli azokat a rócsidrákat, mert önmagában egy MMM DPS megeszi, hogyha nincsen mellette egy Spellcaster. Nagyon jó midgame unit, Stefanum nagyon jól használta. Őket viszont közben Stark droppol. Igen, nagyon-nagyon szépen több helyről droppol Stark, és továbbra sincsen jó creep spread itt a... Tehát nincsen szétterjesztve jól a creep, mindig legyen mindenféle vision, a mainen mindenképp Terran ellen feltétlen. Mondjuk meglátta, nos, mert itt vannak fenn az egységek, viszont itt lent nincsen semmi. És itt a naturálnál is van, szépen szétszette az egységeit, és a szabad droppot egy egész sereggel leszedni. Most lássuk, hogy alakul ez. És már oda is vitte azt az egész kis sereget, és most naturálra droppol, nagyon ügyesen Star. Igen, viszont a medivekre nem figyel, nem húzza hátrébb, és azért elesik. Jó, hogyha van Spolkoert, ugye kierőszakoltuk már a Zergből, a Banshee-vel, akkor figyeljünk a légiesélyekre, mert nagyon-nagyon gyorsan elesnek a Spolkoer által. Azt kell mondjam, hatásos lett volna, hát most sem volt rossz a drop, de nagyon-nagyon le kellett volna szedni ezt a hatcherit. Igen, az mindenképpen. Zerként a creep spreadünket úgy lehet nagyon könnyen javítani, hogyha már kint van 3 quillünk 3 hatcheriből, akkor hozunk még 3-at, és a maradék queeneket is külön hátkére tesszük, és azzal mindig-mindig creep spreadelünk, mert általában ott áll a queen a hatcherinél, és amikor eszünkbe jut, injectelünk vele, és hirtelen sok rajta az energia, és maximum van lent vagy 4-5 more, ami édes kevés tud lenni. Eléggé makro gamebe fordultunk, ez egy nagyon-nagyon szép MMM kompozíció. Jelenleg 1-1, mindjárt jön a 2x2, 17 percnél. Hát így a harmadik bázis ugye eléggé későn érkezett le. Mindkét oldalról elmutató ez a megállapítás. Hiszen a harmadik mindig nincsen teljesen szaturálva Marcelónak, és ismét szuklámokba is került. Majd a szuplejeik is eléggé kiegyenlítettek, tehát az Zergnek és Terrannak ugyanannyi van. Igen, és hogyha igazán... Ó, most szét lettek splitelve Marcelo egységei. Mondjuk szendvicsbe megpróbálni szendvicsbe szorítani, nem... Igen, de nem fog sikerülni. Igen, nem. Itt a fele sereg igazából bele töletve. Bényegeknél még nincsen kész a centrifugál, Hux viszont van split. Van split, valami maradt abból a goldból, a Starkman. Viszont ezek is sikerül kitisztítani innen az egységeket. Követni viszont már nem érdemes, mert mindig van utánpótlás. Hogyha Marine Marauder van, követni már nem érdemes ezeket az egységeket. Így van, hiszen a MMM DPS Steam-vel és Medivekkel támogató nagyon-nagyon jó. Épp ezért a Roachidrát az csak úgy lehet hatásosan használni, hogyha folyamatosan mi is küldjük és trédeljük. Ezért szoktak inkább Mutalinget használni a Zergek, mert az hatásos, gyorsan lesz az egész szereg. És az szinte minden jó tud lenni. Starknak a makrójára még mindig ugyanazt lehet elmondani, hogy hamar felgyúlik a pénze, mert nem multitaskol időben. Nagyon sokat... Tehát szerintem platinába is fel tudna ezzel még menni, hogyha gyakorolná multitasket, mert szépen játszik. Igen, és mivel MMM van, én azt mondom, hogy a Marcelonak pedig jobban kéne fejleszteni. Most már ugye van Baning gurulás, tehát centrifugál hooks, de jobban rá kéne menni a Baningekre, mert kell az MMM ellen a splash damage, akár Marauder, akár Marine. Igen, kell, viszont az upgrade-ek is kellenek, azért teszik az elgek 7 percben az upgrade-eket, upgrade a Evo Chamber-öket, hogy az upgrade-jeik 12-13 percre 1-1 minimum kész legyen, mert általában akkor jön egy hatalmas Terran push, hogyha nem ilyen Elion belső dolog van, ami éppen itt volt mi helyzetünkben, de a makrója Starknak kezd bejutni, és már mindesen az MM utánpótlás neki. Még csak most szaturálta Marcelo harmadik bázisát teljesen megfelelően 21. perc, és így is csak plusz egy atakja lesz. Nem, már 2-2 van állítás. 2-2 van. Csak a... De Hive lemaradt, igen. Igen.
bár attól függetlenül, hogy van. Nem figyel most az egységeire, jaj. Nagyon nem figyel, az eleje fel a serednek pocsékba mentettől. Igen, és most csak creepen harcolhat. El is kezdte terjeszteni, de hát ilyenkor már késő. Banningek, hogyha mennek előre, akkor talán okozhatnak elég damage-et, hogy... Ilyen nyílt előadban mindig Conkeotra alakít a ranged egységekkel, tehát amik távolra lőnek. Mert a Conkeot már csinálja is a legjobb mikro dolog, amit csinálhat az Zerg minden ellen. Meg persze a Surround, ami mindig hasznos, de az csak melee egységekkel persze. Persze, most ugye a Roach Hydránál a Conkeot, amit említettél, hogy egy sor, minél jobban széthúzzuk az egységeket, és egy sorba rendezzük őket, ez azért is jó, mert csökkenti a splash damage-et, tehát a splash damage hatását, illetve sokkal több egység tud lőni, mint hogyha mondjuk a hátsók nem tudnának lőni. Így van. Viszont most eljutott egy olyan stádium ez a játék, ahol már a terren ki van maxolva 3-3 bion, és innentől a Zergnek valami csodát kell művelnie, hogy nyerje, mert innentől folyamatosan a terren is tudja védeni a seregét. Főleg most lakosan be is droppoztál, de nem figyel nagyon, és Marauder lő csak. Igen, nagyon-nagyon Marauder heavy-re vette a figurát itt Stark, amire figyelnie kéne Marcelónak is. Ó, ja igen, itt egy drop. Ja, igen, egy drop. Igen, egy drop. Igen, ez a Marauderek nagy részébe belement. Vagy 15 Bane-ig belement egy Marauderbe. Értetlen. Milyen, van talán, split. Van split, és talán ezt még ki is tudja védekezni Marcello, de igazából nem hiszem. Túl sok a medivek, és túl erős a Marauder. Igen. 3x3-on már még a drop is él. És most kéne gyorsan, hát ki ilyen. Felfjúlni egy jó pár Marauder, de már nyert is Stark. Igen, egy GG. Nagyon szépen játszott Stark. Na, lássuk. Hogy... ki mondta, hogy jönne szívesen. Bronzos Protoss és bronzos Teránt szeretnénk kérni. Sziasztok, különben hogy vagytok itt? Kinézek kicsit a stream chatre is. RH, Roach Hydra. Roach Hydra nagyon erős, mert amíg a Terán köbben eljut 130 szuplig, addig te is ki tudsz menni 200-ra és sokkal erősebb vagy. Ezt mondja Ansh. Mit gondolsz erről? Ezzel teljes mértékben egyetértek, csak hogyha a Zerg már kimaxolta magát 200-200-ra Roach Hydrával, és azzal betanul, akkor utána a pótolni is kell egyből a Roach Hydrát, mert Ternak szerintem van olyan makrója, hogy addig ő felépíti magát 130-as szupláig, és onnantól ki tudja magába pumpálni a medíveket, meg a Maraudert, Marint. Tehát két oldalon is eldőlhet a meccs, vagy egyik, vagy másik győzelemről. Attól függ, hogy kinek jobb a makrója Roach Hydra bióban szerintem. Legalábbis nálam ez szokott lenni, hogyha nekem rosszabb a makrom Roach Hydrával, akkor mindig az ellenfelem nyer. Közben próbálok keresni itt játékosokat. Bronze Protoss Infected. Megnézzük, bronzos. Akkor jó. Kérdezi GGD, hogy mikor lesz Arcade Game. Szerintem ezután a meccs után egy mikrotornament. Mit mondasz? Annyi, amennyi belefér. A mikrotornament az egy tökéletesen jó Arcade Game.
bronzos terán kellene. Kolbász. Hogyne. Akkor nézzünk itt bronzos teránt. GGD Protoss. Bronzos terán dobjatok nekem egy bronzos teránt. Kellene egy bronzos terán. Még egyszer mondom. Addig nézem tovább a csetet. Igen, most egyre van akciózva a Heart of the Swarm. Az jó. Zsé ügynök bronzos terán. M-King. M-King jó lesz. M-King volt a legelső random, igen. Ő már előbb is mondta, hogy menne Terrannal. Jó, jó, ő legyen. Zsé ügynököt ismerem, és ő volt már Diamondban is. Még Volban. Diamond az azért szép liga, nekem is el kéne már addig jutnom, legalább következő szezonban. Megkértem M-Kinget, hogy offolja a streamet. Nem off. Majd olyat is csinálhatunk, hogy mindenki jön a... M-King még nem írt semmit. Jó, oké. Okay. Írj egy go. Akkor mehet. Jó, le van névítva, majd ha jól van. Kilaggol, akkor tudjuk, hogy visszanévítja a streamet. Jó, hát nem, hát nyilván ez mindenkinek azért van, hogy tanuljon. Nem hiszem, hogy itt a játékosok arra mennének, hogy csaljanak. Végre megvan az utolsó matchup is, mert minden matchupból hetetve minden különböző matchupból. Úgy értem, hogy TVZ. TVP és PVZ, mindegyikből legyen, már volt egy ZVZ is, de ettől függetlenül most ugye a Mirror matchupokat nem akarom elöltetni, azokat is megnézik, igazából ez egy eléggé külön téma itt a StarCraft 2 világában a Mirror matchupok, azt kell mondjam. Bal felső sarokban, kék színekben M-King, a terrenjátékos, magyar és bronzos. Valamint a jobb alsó sarokban piros színekben egy magyar bronzos protosz játékos infected. Na lássuk, úgy látom infected expel. Nem tudom hogy vagy vele terránként, de láttam ellened fast expelni protoszokat. Nem és nem, mert is szerintem se. Nem is szabad alapvetően, mert egy 11-11 veszélyes lehet, vagy egy 8-8-8. Akármi. Mondjuk jó kérdés itt bronzban, ez hogy néz ki, ugye, hogyha Protoss eljut addig, hogy kihozzan High Templárt és elegendő egységet mellé, vagy kolosszust, akkor az nagyon halálos a Terránnak, mert bronzban
Én legalábbis az én saját tapasztalatom szerint, amikor én bronzos voltam, egyszerűen lehetetlen bronzos játékosként megfogni a High Templárt és a Colossust. Már így a late game-ben. Tehát Protoss ellen nem lehet late game-et vállalni bronzos terrenként. Én azt mondom, hogy inkább legyünk agresszívak, hozzunk bioegységeket, Marudert, Marint, sokat, és azzal meg kell próbálni ugye vagy droppolni, vagy elől még a High Templárok és a Kolosszusok előtt megnyerni a mérkőzést, amikor már kin van elég egység ahhoz, hogy a High Templárt és a Kolosszust is meg tudja védeni, onnantól már igazából a bronzos terrenjátékos már elég keveset tehet. Ugye alapvetően az lenne erre a megoldás, hogy jönnek a ghostok, jönnek a vikingek, és akkor azokkal lemikrózgatni, egyesével leszedegetni a kolosszusokat, illetve vagy snipolni, vagy EMP-zni a High Templárokat, akik külön mozognak, mert általában külön szoktak mozogni, így hogyha a Protoss, mint hogyha egy bronzos Protossról beszélünk, ezeket a megoldásokat tudom ajánlani, hogyha Protoss ellen játszunk, hogy próbáljunk agresszívak lenni. Tudom, hogy van Mothership kor, tudom, hogy nehéz ellene játszani, tudom, hogy van elég erős korai védelme most már a Protossnak, ettől függetlenül ez egy erős megoldás lett. Illetve most akkor beszéljünk egy kicsit a Protossról, hogy ez így itt mi. Hát a Protoss... Mert valami alapvetően nem jó. Igen. Egy alapvető hibát itt elkövetett, ami az, hogy először is egy pylon van itt nagyon elől, amit könnyen ki lehet fókuszálni, második pedig az, hogy túlságosan és biztonságosan akar játszani, annak ellenére, hogy a naturáljára tette az összes tech-jét. Hogyha GTX spendelünk azt, és nagyon-nagyon falazni akarunk, akkor azt a main-nek a rampájára kell tenni, bár falazni se annyira érdemes TVP-ben, mert hogyha jönnének marinok, marin marauderek 11-11-ből, vagy bármiből, mondjuk 11-11-ből marauderek ritkán jönnek. De akkor is felül a konkávot tudja tartani a Protoss high groundon, ami főleg előnyös. Viszont így, hogy itt még Exus sincs, és el sem fog férni szerintem a Nexus a Canon miatt. Itt az eléggé veszélyes téma, valamint fontos supply blokkok mindkét oldalról, ami általában a legnagyobb hiba szokott lenni. Ami a legnagyobb hiba jelenleg mindkét játékosnál. ez itt mi? Ja igen, nem tudja letenni a Nexus, mert ott volt a... Jaj. Jó, oké. Okay. Szóval vannak itt hibák. De a legnagyobb hiba mindkét játékosnál az a scout információ. Uraim! Mindig kell scoutolni. Akármi van ellened, akármi történik, a legjobban úgy tudsz nyerni, hogyha leolvasod az ellenfél játékát és ráhozod a counter egységet. Ilyen egyszerű a játék. Bronzban, silverben és goldban is. Mondjuk bronzban igazából azért mondom, hogy ténylegesen ennyire egyszerű, mert hogyha bejut egy prób, vagy kikronózni egy observer, nem tart sem eddig, bemegy és látod, hogy mit hoz az ellenfél. Ezénél Terránnál szintén ugyanilyen könnyű, fogjuk, leszkenőjük az ellenfél bázisát, ezt M-King meg is tette és most meg is teszi, lássuk, hogy milyen egységek vannak, és ez és erre ráhozni az egységet. Tehát én azt mondom, hogy bronzban és silverben is én mindig úgy játszom, hogy reflektálok az ellenfélre. Megnézem, mit csinál, megnézem, hogy csinálja, és hozok ellene valami olyat, ami jó. Mármint, hogy jó ellene, ami le tudja győzni az adott egységeket. Hogyha ez esetben a Protoss ugye hozza a gateway egységeket, nem tudom, leszkennelte-e a Stargate-et? Mindent leszkennelt, a Stargate-et és a Twilight-ot azt nem. Itt a Stargate és a Twilight-ot nem szkennelte, ezt még ugye ezt a kettő tech épületet még mindenképp érdemes lenne tudni. Illetve hogyha a Protoss Express már régen rossz, hogy mi nem. Igen, az nagyon mindig kell. Mindig az legyen az első, mindig meg lehet védeni a Nature-et. Jó, persze ilyen six pool-tól meg két gate
két proxy gateway-ektől, amik ide szoktak érkezni, vagy ide szoktak érkezni, azokán csak úgy lehet védekezni. Igen, ZEA 6 pool 11-11 pontosan, tehát ezek ellen nem lehet kivédeni az expert, minden egyéb taktika ellen ki lehet, illetve amit még érdemes tudni, hogy ezek ellen is ki lehet, tekintve, hogy bronzosokról beszélünk, nem pontosan jönnek ki, és följönnek ezek a timingok, stb. Na lássuk, hogy ezek erre a dropra hogy figyel, illetve az orákőre hogy figyel. Pont elment egymáshoz a drop és az orakőr, egyik se látta meg a másikat. Most beijedt Kenontól. Igen, ami simán leszedhetett volna ez a Steam-mel. De legalább az pozitív, hogy M-Kimnek van Steam-je mindenképpen. Igen. Most már le is szedett két pylont. Már jönnek is a stalkerek nagyon kevesek lesznek, hogyha kifókuszálják. Nem, elmenekül. Jó, szépen elmenekült, de most nézzük az orakőrt, hogy mennyire fog jól működni. Igazából csak marinok vannak, meg maruderek. És nem figyel az orakőre, bemegy az orakőr, próbált volna ölni, de... Nagyon rossz, nem jó. Nagyon nem jó. Tehát, hogyha orakőr van, akkor... Ne a hosszabb úton küldjük szerintem, tehát itt egyből esetben... Egyből a keresztbe. Rögtön kell menni, mert ugye mi jó az orakőr ellen, hogyha nincsen le... Hogyha le van scoutol, az már régen rossz. Tehát akkor már van turret, és onnantól kezdve már nem nagyon lehet mit kezdeni az orakőrnel. Szóval igen, ezért veszik proxyba a protoszok, igen. Általában a Stargate-et. Viszont hogyha nincsen leszkautó, akkor csak marinok vannak, és mérsékelt mennyiségű marint, ez azt hiszem 4 marint le tudsz szedni Steam nélkül. Egy igen, hat Steam nélküli marin az, ami már megöli az orakőrt. Tehát 4-et... Tehát még 5-öt is le tudsz szedni. 4-et, 5-öt még bőven le tudsz szedni. Erre kell figyelni. Void Ray teljesen fölösleges. A Void Ray már nem úgy működik, mint régen. Teljesen fölösleges Terran ellen, azt kell mondjam. Tehát szerintem is egyáltalán igen. A marinok... Valami a splash damage kéne mindenképpen. Tehát hogyha látjuk, hogy Marin Marauder Medivac kompozíció van, ami igazából a standard, a megszokott protoss ellen, ami érthető is, mert nagyon nagy DPS-sel rendelkezik, és eléggé mobilis, sokkal mobilisabb, mint akármilyen protoss egység. Jó, mondjuk a Blinkstalkerhez képest egy szinten van, de amúgy meg nagyon-nagyon mobilis, és nagyon-nagyon erős is. Tehát, hogyha ilyen egységet látunk, akkor ellene mindenképp valamilyen területi sebzés, amit az elején felsoroltam, hogy High Templar és Colossus az alap. Most láthatjuk, a Void Ray elkezdte lőni a Marint az konkrétan nem is érdekel, tehát tekintve, hogy ott van a Medivac. Elkezdte lőni megint, és semmi problémája nincsenek a Marinnak. Kint volt ugye az egy darab pályán, amit mondtál, elesett, és innentől nagyon nagy problémában van az Arthusis pályán. Igen. És itt is van az agresszió, amit vártál, amit kértél, amire számítottál. Nagyon elég, nem mondom, hogy megkésve, de sokkal többnek kéne jönnie talán 14. percre. És ráadásul most lett kész csak a naturál, ami, tehát ez mind egy pénzből jött. Igen. Tehát mindenképpen nagy hiba. Vagy kétszer ennyi is lehetett volna kettő bázisból. De igazából ezzel megnyerte a mérkőzést. Tehát igen. Tehát az volt a probléma Infertinek, hogy alapvetően rossz volt az egység kompozíciója Terran ellen. Tehát a Void Ray az egy nagyon-nagyon-nagyon rossz ötlet. A pályán elhelyezéseken még lehet javítani bőven. Valamint a tech választás, mivel ez egy Twilight és egy Stargate is, és ez a két neki egy robót is. Igen, egy robó is nem volt akkor. Meg pláne mind a három lehetséges teket, ha leteszi, és nincsen rá mondjuk 4-5 vézen, akkor abból csak az egyiket tudja kihozni, vagy maximum a másikat egy all-in-nal. Igen, azt kell mondjam, hogy az a fontos dolog, hogy ténylegesen válasszuk meg, hogy milyen irányban megyünk tech szempontból a protosszal, mert drága egységekkel opanyunk. Igaz, hogy azok az egységek erősek, de több egységek nem tudunk kihozni, mint amennyi pénzünk van ugye a med hitelből. Egységeket venni, mindenképp csak olyan techre menjünk, amit meg is tudunk fizetni. Hát
I love Terran. Igen, I love Terran. Jól van, mikrotornament, hölgyeim és uraim. Akkor kezdjünk is bele. Nem tudom, van valami max befogadó képessége ennek a mikrotornamentnek? Szerintem 4 ág, vagy hány ág van rajta, nem tudom pontosan, de olyan 8-an elférnek rajta. 8-an bőven elférnek rajta. Tehát 6-an, mert mi ketten vagyunk az observerek. Igen. Vagy nem tudom, hogy hogy van ez a lobby téma a mikrotornamentnél. Fú, kreáld már, mert én most eltévedtem. Neked megvan a mikrotornament? Keresem, csak te is keresed. Magad az SC. Ó. Ez a mikrotornament 1.26? Azaz. Jó, akkor nekem megvan. Akkor meg is kreálom. 8 ember fér bele. Azt mondja, hogy GGD akar jönni mindenképpen. Véres hurka és kolbász. Már nyomulnak, de elsősorban... Mondjuk az egy masteres mikro, egy bronzoséval szemben elég gényosságtalan. Ki a masteres? Kolbász. Kolbász volt masteres. Elragudj kolbász, de nem. Véres hurka, hajnal gőzöm sincs. Szerintem ő is valami. Én most per pillanat masteres, legalábbis azt jelzi nekem a... Ja, itt jó, a hát cucc, ez a kép. Azt mondja, hogy J-ügynök. M-King már jön. Imelj engem is, persze. Ja, persze. M-King is jön. Inve Starkot is, rám írt, hogy ő is jönne. Stark? Stark, C4 fan. Öreg vagyok és rossz a szemem. Már inveltem is. Oké. És kiskerekes is jönne, ezzel meg vagyunk. És még fél egy ember, nem? Egy ember. Egy ember utolsónak az első körben, hogyha lesz szükség, akkor majd lesz második kör is. Streamet most igazából nem kell offolni. Triplix jönne. Akkor meg is van az utolsó ember. Jó, és igazából nem is látom, hogy szükség lenne második körre. Tekintve, hogy nem jelentkezik még senki. Mindenki válassza meg a faját, nézzük meg, azért számoljuk meg. Ki mivel van? Egy Terran, 2 Terran, 3 Terran, 4 Terran, 4 Terran, 1 Zerg. Az vagyok én, nem? Az vagy te. Te vagy az egyetlen Zergünk. Ahhoz képest, az előbb pedig mennyien voltak. Mindenki mennyire magabiztos volt Zergben. Jó, oké, akkor go. És ezúttal én is részt veszek rajta. De szerintem is tudom. Én most nem akarok mikrózni semmiképpen. Már observerem a gémet. Vagy ha már ben vagyok a lobbyban, akkor csináljam. Mit csinálsz? Vagy én most vegyek részt a mikrotornán, mint játékos, vagy... Vegyél részt. Jó, egy profi emberkét. Oda, hogy profi. a mikrotornamenteken sose voltam jó. Mit, most milyen ligás vagy? Platina? Gold, de high plat voltam. High plat voltál. Hajasztom, hogy a Diamond felé. Mindig szezon logban volt az a rész nálam, hogy win, és már szezon log, és már nem tudod feldobni Diamondba. Nem is tudom, jó kérdés, hogy most mi legyen, hogy mi csak kasztoljuk-e, vagy
Hogy lehet bemenni Observer módba? Ott van a Nexus, vagy a Pylon, vagy nem tudom mi van itt a oldalt, és ott O, vagy D, vagy valami hotkey, de Observer ikon, és arra, ha rámész, akkor Observer-d az egészet. Jó, akkor legyen az. Húha. F12, F12. F12. És mi van vele? Kétszer lenyomod, akkor eltűnik minden ilyen cucc. Ja, jó. Izék. Na akkor szerintem observeres módba leszek. Válassz fel, ami fajt magadnak, mozgass oda a terren, az infested terren. Hozom a terrent. És mert ki kell választani, Star? Hogy observer. Megy ő csak. Na, megy ő. Random, megy a randomba. Besétált a randomba. Amúgy besétál a randomba automatikusan, hogyha egy idő után nem választ. Na most hova? Ja, ott van egy ilyen... F4 talán, és a become observer. Aha. Jó. És enjoy the show. Ah. Most nem működik a sívszőjön elégkel, érted? Na jó, oké, akkor, akkor én a lila versus narancssárgát nézem, gyere te is. Alt F és megyek oda én is. Vagyok. Hú, a kicsit laggos a játék. Eléggé. Nem tudom kinek a... problémáján. Nagyon szépen kifókuszálta a kettő High Damage Dealer Immortalt, viszont hagyja, hogy a... hogy a Zélotok... Igen, itt mindenképp kájtolni kell. Leszlájszolják őket, igen. Ó, kis kerekes. Mindenki megfagy. És itt már Kajtol is szépen. I'm king. Igen. Protoss ezt a megoldást úgy tudtam volna jól megcsinálni, hogyha leforcefieldezik a MMM mögé forcefieldezik kettőt vagy hármat, és akkor betrappeli az egész biosedeket, és utána a Charizard befogja, és az Immortal pedig kidépéleseli. Innentől pedig ez egy darab célot már nem fogja megfogni. Úgy döntöttem, hogy mindig egyet követünk. Akkor most az M-King Triplex, ugye? Igen. Szépen split el. Nagyon-nagyon erős biosereg versus kemény Zélotok és Arkon. A Zélotok ráfutottak, Charizard, nagyon szép force feedek, igen. Megpróbáltak kifókuszálni az Arkon, de egy darabot sikerült csak. A Zélotokat nem kéne hagyni beletni. Hát innentől már ez esélyes, hogy megvan. Az az Protoss Win. Protoss Win. Elfogyott a bio egyszerűen. Ez úgy lehetett igen. Volna, tehát az volt a hiba, hogy nagyon-nagyon gyorsan belefutott. Az ámulók nem megoldás. Igen. Sose. Húha, Widowmine. Widowmine versus Stalker. Blinknél vagy Blink nélkül? Blink nélkül. Egybe buró vagy az összeset. Igen, és viszont van Observer. Kettő is. Nagyon ráfut. Igen, talán túlságosan is. Ez egy elég nehéz mikro. Igen. Ezt most így hirtelen nem tudom, hogy kéne. Hát így szerintem, hogy igen. Egyesével szépen előre vinni. Amit éppen fókuszál, azt ott hagyja. Hopp, egy már ki is van szedve. Leburó volt, adja. De az két Observer az egész pályán Vision-t ad, csak a sarkokban nem szerintem. De innentől ennyi, meghalt az összes Widowmine. Még egy marad, de azzal az már nem lehet. Aktiválódott és semmi. Ez egy eléggé kemény. Sisi. És akkor eddig Triplex az egy 17 ponttal, meddig megy ez a téma? A 120. Kit nézünk? Bal oldalt. Én mindig a bal oldalt. Jó. Az akkor Triplex versus J ügynök. Blinkstalker versus Marauder. Nagyon szép. És a Maraudereket viszont nem húzza hátra J ügynök. Nem csak ott hagyta őket. És mi a mikrózott Triplex azért egyértelmű előnyert. Nagyon szép hangot. Jó, majd közben átugrottam ide a zöld versus nagyon sárga. Kiskerekes versus GGD. Hát ez is egyértelmű itt eléggé. Igen. Na, PvP. GGD. Triplex, vagy ki ő? Triplex versus GGD, igen. Igen. Úgy mindenképpen el kell ezt menni Blinkkel. Itt van Blinkje van az egyik Stalkernek, muszáj lennie.
Szépek a force fieldek. Ops. És egy kis lap, kiskerekes. Szépen megfelezte a sereget ezzel, de sérül stalker, fókuszál most ki. Igen, és most négy stalker. Kevés, nem jó. Nem, nagyon kicsi a DPS a Sentinel. Ez még kimikrózhatja mindenképp, igen. Majd a stalkerek. Hát nincs is ez szüksége. Szerintem segített volna egy Guardian Shield is. Mindenképpen a Guardian Shield az muszáj. Na és egy Protoss Zealot. GG Divers. Stark. Húha. Itt, hogyha jól kájtol hogy jól fókuszál a korruptorokkal, akkor jó lehet. Itt a korruptorokon és a force field-eken múlik minden. És ha megmenti ezt a Roach Heed, a sereget már pedig megmenti, akkor ez meg lesz. Nem lesz meg szerintem. De mert DPS meg lesz, és meg lesz. A Roachokat töltik a Hydra, igen, meg a Sentry-k, nem tudom, a Guardian Shield-et. Szerintem a Stark szétűzik. Megvan. Csak nem mindig hoz a Stalkerrel, megint ez a két oldalúság. Még Corruption-t lehetett volna használni, ha igen, van mindenképpen Corruption-t kell használni minden esetben, hogyha a korruptorok maradtak. Mert itt, ha széthúz és konkrét alakít, akkor több force field-et kell elégetnie. Zöld V, kék. Igen, GG versus Z ügynök. Figyelni kell a Stormokra. Ójaj, hogyha a Stormok jó helyre... Van 3 Ghost. Még kell EMP-zni kell mindenképpen. Ó, hatalmas EMP. Na innentől már csak kájtolni kell, nem szabad megállni, mert a Zealotok, azok megeszik a sereg nagy részét, mondjuk már van Steam, és innentől a Marauder már kitankolja a damage-et. Szép volt, nagyon-nagyon szép volt az EMP. Közben áttérünk gyorsan Stark versus kiskerekesre, hát ez a kettő immortal eldöntötte a... Mortalok megmaradtak, az volt a baj egyértelműen. A dolgot. Itt most a tankra vigyáznia kell, nagyon zsévügynöknek, vagy az immortal, hogy beléjük menjen. A Heather-en pedig mindenképpen az autokat kell ölniük. A tankkal nem szabad fókuszálni az immortált, mert ugye... ez lecsökkenti a damage-et 10-re. De így is de meg most lesz. Ez meg lesz, igen. Na, kevés egység versus kevés egység, triplix. Itt vagyunk mi spekátorok felül, a két forcs. Zsé-ügynök versus triplix. Triplix, az állatokat, ha előre küldés. Nagyon szép, mert a jól kájtol. Marudereknek van, és folyamatosan kéne menni ezeket a stalkereknek. Marauderek után, de ez még meg lesz a Protossnak. Meg lesz, hogyha elesik ez az egy darab Marauder, meg lesz, megvan. Már kács elég. Steam volt? Nem néztem. Szerintem nem volt Steam. Én sosem is Steam-be, akkor egyértelmű tárám mi lenne. Ilyen kevés egység, nem mindenképp. Jó, van, nézzük Zsé-ügynök versus Triplix. És egy hasonló felállás. Igen. Két immortalnak hátul kell maradni mindenképp. Force field-et. Force field nem rossz, elkapott pár egységet, viszont keveset és a Zealotok. Igen. Hátulra. Mindig a Marinok, a Marauderek mögé kell, hogy ne tudjanak elmenekülni. A Zealotok most nem tudtak miatt kimenni, és az immortal esik vége. Az immortal mindenképp hátra kell húzni, hátra kell húzni. Nem, ez már meg lesz neki bőven. Igen. Nagyon-nagyon nagy damage-et leosztottak ezek a stalkerek. Ó, és egy PvP szituáció következő. De ugyanilyen egységek. Mirror, igen. Azt mondják, ez lehetetlen, legalábbis túloldaltól. Ezt nem láttam. Erről vannak nagyon szépen az arkónok Triplix oldaláról, ami kiskerekes, azért osztja a damage-et az immortálokkal keményen. Most itt minden a fókusz dönt el, 3 immortál versus 3 immortál, viszont az arkónok szám igazából a döntés szerintem meghozza, bár nem fókuszál. Na, annyira hasonlók a színek, el sem tudom mondani melyik teik. Most már elkezdődött a meg kéne ölni, hát... Jó, oké. Kiskerekes lehozza. Igen, lehozza. Elő voltak az arkónok, és sokkal több damage-et tankoltak be az immortaloknak, mint másik oldal. Most pedig egy Phoenix Charge-lot? Vagy sima lot? Ez sima. Sima Charge-lot. Nem, sima Charge-lot. Kikapja az egyiket. Sima Charge-lot, igen. Igen, nem kéne fókuszálni a Phoenix-eket.
ezekkel a Blinkstalkerekkel simán... De egy szépen egyesével kiszedegeti őket. Igen. Nagyon ügyes, ez egyértelműen kék érét fogja gyerni. Mindig egy-egy Stalker ki kell szedni a nagy... tömegből és onnantól nagy tömegből pedig. És onnantól egyesével szépen meg lesz, sok kicsi sokra vagy alapon. Szépen blinkelget itt. Most már ki kéne fókuszálni esetleg a legtöbb... legtöbb energiás Phoenixet, ez meg is történt, aztán a következő, amíg még nincsenek vészesen közel a zélotok. A zélotok ebben az esetben tényleg csak arra jók, hogy kergessék a stalkereket. És ezzel lekössék annyira, hogy ugye el kell olyan blinkelni. Jó, meg lesz, az egyik Phoenix meg is van. Már nincs elég Phoenix DPS arra, hogy ezeket a stalkereket csak ugye el... És már lassan az energy is el fog fogyni. Ó, pedig... Igen, nagyon szépen csinálta most itt GGD, mert... Szét kell húzni akkor az alatokat, megint a blink miatt főleg, mert ha csak így utána fut, akkor lekájtolja. Igen, tehát igazából az is jó, hogyha innen visszavonulna és felhúzná a Phoenixekkel, és aztán a, miután a Phoenixnek ugye lejára... És ki is fókuszáltak az összes Phoenixet. Még egy van, ez kevés lesz. És ez a Phoenix meghal, akkor vége a játéknak. Igen, ha azt fel is emeli, akkor csak annyi, hogy egy DPS-re kevesebb. Hát, igen. Addig kell szórakozni ezzel a Phoenix-el elméletileg, ameddig csak még lehet, van. És ennyi volt. Jó, innentől már a Blinkstalker. Igen. Na, hát csak arra várunk, hogy ez vicc. Na, gyerünk, srácok. Igen, itt már csak arra várunk, ugye, hogy az életok beadják a kulcsot. A kis tank zélotok. Szépen libasolnak, mennek a stalker tűzbe. Jól tudom, hogy fel is lehet adni egy mikro challenge-nél, hogy a supply-ra kattintunk, vagy a pylon-ra. Akkor azt mondom, hogy döntetlen taján, vagy pedig felad. Úgy szép volt ez a blink. Fokosan csinált a kiskerekes. Nem, most biztos kielvezi kiskerekes a vinnyét. Hatalmas bíztatások mennek itt jobbra-balra. Kell is a játékos, ennek Triplix vezet 45 ponttal. És most Blinkstalker vezet, most Blinkstalker lesz. Húha, igen, itt a konkávon nagyon sok múlik. Hopp, egy rögtön hát... mínusz. Ó, nagyon, szép hát, nagyon szépen hátra Blinkel, és még mindig él. Az rossz Blink volt. A Triplix-től, GG... De itt az, szép volt a hátrahúzás. GG Dim, ó, nagyon-nagyon megint szép volt a hátrahúzás. Sinne többe. Csak a számok igen. beszélnek. Csak a szám beszél. Csak a szám beszél. Ez jó. Húha, közben itt tankok meghalt. És a Marinak elaludtak csata hevében. Kiskerekes versus Z-ügynökbe nézünk. Ott vele. Egy... Tankokkal fókuszálni kellene. Voidre kéne fókuszálni a tankokat bizony a prizmatikra. Igen, és nem a Marinokat, de úgy látom ez így is meg lesz. Igen. Bőven megvan kiskerekesnek. GGD versus kiskerekes. Hú, itt nagyon sok fog múlni. Konkában és a Kaiton, hogy fut egymás belőször a... Igen, itt az első mozdulatról... Ügyesen csinálja nagyon kiskerekes. Igen, hátrahúzta az sérült zálotok. Megint hátrahúzott egyet, és így is. GGD fog nyerni, igen. Igen, ott van egy teljes HP zélot, és... Szépen csinált a kiskerekes, de nem jött össze. Pedig én meg nem szóltam volna. Tank. Versus. Immortal. Egy Sentry. Igen. Immortal. Meg persze az ATP-esek. Igen. Ó, nagyon rosszul. Nagyon rosszul futottak bele ezek a zélotok, és innentől pedig leolvasztják a sereget ezek a helbetek. Jobban kellett volna vigyázni ezekre az életokra, egy pillanat alatt eltűntek. Stark vette ezt a meccset, azaz ezt a szituációt. Igen. 45 ponton van Triplix, 40-en GGD, harmadik helyen pedig Stark 38 ponttal. Nagyon-nagyon szoros a mérkőzés. Egy kis PvP alakul ki itt, bal alsó sarokban. Ó, igen, ez amiről beszéltem, ez egy nehéz szituáció, mondjuk High Templarok nincsenek, tehát ez igen, még talán a könnyebb. De van. 4 vagy 5 full energiás Sentry. Hogyha kolosszusokat sikerül kimikrózni, akkor igazából... Hátra küldte... Oh, M-King hátra küldte
a vikingeket és a felé, felé megfart sajnos. Az innentől pedig, igen, így vikingek igen, nélkül elég nehéz. Igen, egyértelműen vikingek nélkül hol van a Tarantino. Sajnos egy kis Miss Micro, de hát ez is beletartozik. Stark versus Triple X. Ugyanaz, mint előbb volt. Most megint azon múlik, hogy az Arkonok elől vannak-e. A hátul vannak ott az Arkonok Starknál. Bár a Charizardok rámentek és... Igen, és rosszakat fókuszálnak az immortálok, de innentől meg lesz ez itt Triple X-nek, én igen, úgy érzem. Tyros Protoss. Nagyon szépen kifókuszálja a High Damage dealert. Az Arkonok meg nem érnek volt semmit immortál ellen. Dimis tekintetében, hogy az Arkonos bio egységek ellen jó. Húha, három Immortal versus Blinkstalker, ha nem tévedek? Valószínűleg Blinkstalkerek, igen. Konkávat egyből kialakítja Triple X, az a leglényegesebb. Mint egyesével ki kéne nagyon nyomni, kiskerekkes. Az Immortalt le kéne szedni mindenképpen. Immortalt fókuszálni kéne, egy három Stalkerrel. Ó, már meg is van, egy Immortal. Egy elesett. Viszont az Immortalt nem fókuszálják a Stalkereket, igen, kettő is elesett így. Innentől egyértelmű. Triple X, igen. Nagyon szépen lehoz és hátra is blinkel meg az utolsó egységekkel. Bár kiskerekes lefókuszálta az alacsony HP-sakat, de eléggé. De majdnem. Nagyon szépen csinálta. Triple X már a felénél van a győzelemnek. De még akár M-King is felhozhatja, én nem hisz. Bőven. Van még idő. És most egy P.O. Oracle. És a hátra megint kiviszi az oráka, nem szabad. Nem szabad, Triple X is elkövette azt a hibát, innentől pedig lehet, meg lesz még így is. Ez meg lesz, Protoss, ez meg lesz. Szépek voltak a porcvének szintjét a teállásszereg, és a zelotok tudták ütni az elve maradt Marine Marauder-t, és egy lag. És én lagoltam, de úgy tudom. Ops, itt a maradékok. Éppen meghaltak. Stark Blinkstalker versus Triple X. Mindkettő, nem, az egyik Blinkstalker, másik pedig... Szerintem Blink mindenképpen. Másik a sima Stalker. De egy Guardian Shield-t el kell nyomni valószínű. Ó, kettő darab Force Feed nem jó helyre. És egy nagy lag. Nem Blinkstalker. Nem Blink, akkor egyetlen Force Feed, hanem pedig Guardian Shield. Szóval hátra kell húzni azt a független egyesével a Stalkereket. Igen, amit nem csinál Stark, így mondjuk... Á, nem. A Stalkerek erősebbek, igen. Bár még itt... Hát, akármi történhet. Hibát, hogy... Hátra húzza most ezt a Stalkert, óóóó. Bár azt a Sentry nem lesz elég erre. Nem. Nagyon szoros volt, szép. Szép játék volt mindenképpen, M-King pedig már itt is van a döntőben, mint ahogy mondtad, már fel is jött. Három darab boostja van. Kell mindenképp valamit. Hát EMP most jelenleg nem működik. Hát az nem ér de sem, mondjuk EMP. A medivekek ellen nem volt rossz egy darab, igen, de ettől függetlenül a többi így. És az Antigen megette a medíveket itt a sarokban. Igen. Ja, ez a nem szabad kijönni a pályáról. Kell. Erre nagyon kell figyelni. Akik még hallgatják a streamet, azok. Marauder Hellion az egy darab Zealot Stalker Sentry ellen, itt ismét a Force Field Hellionokon győzedelmeskedni. Szép kell szedni. Igen, itt le kell égetni, illetve fel kell fogni. Nagyon el vannak azok a Sentry-k innentel terrán, mint. Igen. Az lett volna a megoldás Protossnak, hogy nem. Lehet, hogy Protoss nyert, de hozzá. Nem esélytelen. Nem egyébként, igen. Marauderek. Belenézünk. Szóval a Hellionokat és a Maraudereket Forcedel kellett volna szétszedni, és onnantól egyszerűbb lett volna. Húha. M-King, kiskerekes. Szintén egy TVP late game. Tehát ilyen mid game inkább. Hellbat és Marine. Felesleges force field, jó, mondjuk energiája van. De még van egy Guardian mindenképp kell. Mindenképp. Engage-elne már be a
Protoss. Kell Guardian, Guardian, Guardian. Nincsen. Nincsen. Ó, most már ott van végre a Guardian. De még egy Force-t le kéne tenni. Szóval ne kapják el a Hellbetek, de... Nem kapták el a Hellbet. Húha, nagyon kevés egység van. Amíg még megvannak a medivekek, addig nagyon félelmetesek ezek a Marinox team-mel. Ó, nagyon nem jó ötlet a feldroppolás. Gyorsan most regroup. 5 darab Marine, ez kevés, én úgy számolom, ez kevés. 2 darab szalker és kevés. Kevés, ez főleg ha így támad bele. Igen. Nem, meg kellett volna várni a full HP-t. Igen. Már csak 4 darab Marine. Nagyon félti azt a kerjét. Ez fölösleges, sokkal gyorsabban regenerálódik a shield. És kiskerekes, fel van a döntőben. Ismét benn van a döntőben, ha jól emlékszem volt már benn párszor. Jó, már sok mindenki volt benn. Sígynök Jesus. Egy Marauder, 4 Marine. Kiskerekes. 3 Stalker ellen. Na erre mondták, hogy ez lehetetlen. Nem is lehetetlen. És figyeltek, hogy ne kapja el így a Marauder az egyik Stalker. Rosszat fókuszálnak a Stalkerek, a Marinokat fókuszálják. Hogyha kifókuszálják a Maraudert, akkor igazából vége. A Marauder kell kifókuszálni időben, és jól kell hátrahúzogatni a Stalkereket. Annélkül, hogy még a lassítás annyira effektív lenne rajta, hogy már le teljesen leszedné. Kiskerekes versus Triplix. 4 darab Stalker. Versus 3 Zeot. De a Force Field-eken nagyon sok múlik, amik most nincsenek, és 1 darab Zeot már meghalt. Már vannak Force Field-ek, de nem elég jó, körbe mennek. Na most talán esélyes, de kevés. Ez egy nagyon nehéz. Nehéz bizony. Protoss ez a Protossban mindig a mikro, és az unit control múlik csak. Mondjuk mindig lehet. Kiskerekesnek a győzelem? Hát hogyha most nem akarja zélotokat beöletni, hanem kicsit hátra, nem. Igen, nagyon-nagyon nagy a range ennek a stalkernek. Igen, túl nagy. Meg mindenki. Az ezzelotot kilövi mindenképpen. Igen. Egy surround közben. És ez a híres Maniva versus Hulk momentum. Igen. Amikor egy stalker szaladgál egy zelottal. És ez már meg is van a stalkernak egyértelműen. Na lássuk, Marauder és Hellion versus stalkerek. Hát ez megint az, hogy szét kell választani a Hellionokat, nem szóval nagyon előre menni velük, oda Force Field-eket. Hát elég kevés Hellion-t szeret szét, de vigyázzuk a stalkereknek. Igen, a Marauderek még mindig nagyon-nagyon jól vannak, és egyáltalán nincs nekik fókuszálva. Igen. Ez végül nem úgy alakult, hogy a fókuszálva erre szerintem. Egyáltalán nem. Ugyanez a unit kompozíció Z-ügynöknél, és lássuk, Stark hogy csinálja most pedig. Stark. Igen. Ugyanezt most meg lehet megmutatni, hogy kellett volna jól csinálni. Nem szabad fókuszálni a Hellionokat, hanem inkább... Szép, az egyik, a második. Nagyon szép. Ugyas volt, hát Stalkerre vigyázni kell. Jaj, és tovább is a Hellionokat fókuszálja. De kiestek a szentik a igen. Játékból, és innentől. És innentől már ugye. Hardcounter. Eléggé nehéznek tűnik. Valóban nehéz, én szerintem nem tudnám ezt még megcsinálni Protosszal. Az elmélet az mindig megvan nekem általában. Fejfej mellett a két első 78-78 ponttal, a második hely Z-ügynöki 54 ponttal és 48 situáció. Pont kiskerekesnél, igen. 3 darab prób és 1 darab zelot. Nagyon vigyázni kell, hogy a zelot ne kerüljön kívülre, mindig próbok fedezzék, mert ez fog történni igen. Most, de nem húzta átra a linket. És de nem, de így is nem. Igen, mert a Zero-t nem volt attackon volt. Igen, nem sikásen szarandolta. Na nézzük, ó, hatalmas Storm. Nem mer beletámadni a Widowmine-ok miatt. Nincs több Storm, lehet menni. Nagyon szépen kájtolgatja. Én fókuszálni gyorsan tudom. Most felkapta hirtelen, néven nem tudom. Igen, felkapta az egységeket. Most egy kicsit vigyázni kell. Itt de a Widowmine-okat ráállhat nyugodtan, mert... Kiskerekes nem akar beletámadni a Widowmine-unkba semmiképpen. És az Arkont előre vinni, akkor azzal nagyon sok nevét is fel tudod tanulni, bár most
kis oversteam kezdik kialakulni. Igen, steamelget a marinokkal, meg a maruderekkel, és nagyon-nagyon erősek ezek a charizardok, de fogynak. Egyszer csak elfogynak, erre játszik valószínűleg zsírügynök, de... Jajjaj, nagyon-nagyon szét vannak steamelve, várni kéne most a támadásra mindenképpen. Ó, oh, lag. Várni. Kihasználja a steamet annyira, amennyire csak lehet, viszont le akarja lőni viszont az arkont, ami... Igen. Itt már a friendly fire a videómainak már is megölni a maruletet, itt már csak egy ámulés nyernek. Kiskerekes játszik, nem mond a félséget, igen. Le, de kiskerekes játszik. Innentől megvan, igen. És még egy storm is. Még egy stormra kivárta az energiát. És csak a merivekek és a mine-ok vannak, amiket el kell pusztítani. És az Arkon kapta el az első shotot. Igen, ez így meg is van. Azt mondja, hogy... Húha, három darab Immortal versus Blinkstalker. Blinkstalker, az előbb is ez volt, igen. Szépen fókuszálta már. Ó, nagyon durva rá Blink. Viszont ki kéne fókuszálni az Immortal. Bár így is meg lesz, mivel a Zelotop azok kemények. De igen, jó volt nagyon. Sőt, már tud mikrózni mindenképpen Blinkstalkerekkel. És a számok is kiskerekes favorizálják. Úgyhogy ez megérte neki mindenképpen, nem szerintett rá valószínű, hogy Stark hirtelen meg is lepődtetett, vagy meg is ijesztetett. És egy PvP late game, mid game szituáció van itt. GGD versus kiskerekes. Az Immortalt rá kell droppolni mindenképp valamire, szerintem azért van Warp Prism. Hát gondolom a Colossusra be kell droppolni a Zélot sereg mögé. Vagy esetleg lehet vele mikrózni, ugye? Az a ledrop, lő, feldrop, ledrop, lő, feldrop. Tehát nem jönnek itt Force-fieldek és a Zelotokat trade-elik. Igen. Nos, az Immortalok felettek kapva, és most beteszi őket, de hátulra. De a Stalkerek se járnak sokat Immortalok ellen. Bár most, nem. Hát egy Colossus se lesz. Kevés. Nem volt ez jó. Az elotokban elől túl nagy volt. Force Yield oda elfért volna az ember, a kolót csak akkor töri el, ha belemegy. Van nem, ha rálő. Nem, én szerintem ez az Immortal felkap, ledrop, felkap, ledrop, ezt kellett volna. Igen, az jó lett volna, és egy kis TVT. Wow. Elég érdekes szituáció. Never biztos szeretné ezt nagyon. Ó, el fogja kapni. Talán... Oh! Á, elkapta, de... Elkapta viszont... De megérte a videomájának annyi, csak itt vigyázni kell nagyon a Banshee-re. Nem szabad a marinokkal kilövetni. Hátul kéne tartani mindenképpen. Az is egy lehetőség, hogy addig kempel itt, amíg nincs egy Seekerre. Szerintem... Szép konkált alakítés. Ó, most feljött a Widowmine, a Widowmine kivett fókuszálva, és a Banshee is. Innentől... Óha, innentől már megvan. Kéne nyertnie, de nem. M-King nyerte ezt. Banshee túl hamar esett el, szerintem. És ismét az orakölös téma. GGD M-King. Igen, az orakölökre nagyon kell figyelni. Hát nem antikempeződnek két oldalt. És fókuszálni kell az orákülökkel a marinokat mindenképpen. Jaj, nagyon nagyon gyorsan bementek, mind a három orákül eltűnt, viszont a Zelotok Slice. Igen. A Zelotok Slice, mert Force Field, Force Field 2, Force Field és GG, bár innentől ez van. Igen. Vannak még egységek benn is. Hát ugye ez enemy unitként vannak, ugye? Nem, King még próbálkozott valami, de nem jött össze. GGD versus Triplix. Igen. Triplix sokszor... Triplixet sokszor kasztoltuk eddig. Ugyanaz a szituáció van, Void Direct figyelni kell nagyon. Előbb nyomta el a charge-ot, Triplix az mindenképpen. Nem nyomta még el a charge-ot, csak most nyomta el. Késő. Nagyon késő. Nagyon sok DPS volt ez, és Immortalt kiszedik, megeszik. Igen, Stalkeret is reggelire. Ennyi.
94 pontja van Triplixnek, már ott van a kapuban a győzelem. Igen, Stark még mögötte, nagyon-nagyon. Egy döntőt nyer Triplix, és utána övé lesz a győzelem. Vajon akkor ezt hihenni kell, azt az egyet mégis hátra kéne húzni. Uha, igen, hátra kéne húzni a Marinokat, de szépen be vannak már kerítve a stalkerek. De az is jó, amit ADD csinál, hogy hátra húzza azt, amit éppen fókuszál, de ez nem lesz majd neki sajnos. Mikrózott eléggé a shield. Annyit tud, ennyi. Nézzük a másik oldalt éppen most. Egy szép force field volt, és egy lag. GGD-nél. GGD kilaggol. Ó, pedig már az a 70 ponttal. Na, visszajött. Lehet, hogy csak kapcsolt valami nyugtató zenét. Itt pedig nem tudott kájtolni M-King. És kiskerekes megy. Ismét ebbe a stalkeres. Egy marauder, négy marin témába. Kérdezni ezt, hogy fókuszálja le ezt az állítólagos lehetetlen kihívás. Bár az egy stalker, amit elesett volna, ahol tényleg lehetetlen. Az egész. De még a marinok az esélyesen kiszedte. És igazából a marinok is megoldották elég egyszerűen. És most Mass Marauder versus szerintem ezek chargeratok. Valószínűleg igen. Igen, ott is van a charge. Egy darab marauder, kettő vagy három marauder, viszont körbe kell mennie most itt a zélotoknak. Egyre fogy az energiák a zélotoknak, megint megy a ráfutás. De nagyon szépen kájtol Zsé-nök. Ó, viszont a Centric azért osztják távolról a damage-et, amire nem figyel Zsé-nök, és a stalkerekkel együtt. Hát meg ez Zsé-nek, nem, ez megvan Triplixnek. Talán sikerült Triplixnek, és akkor nem. Ezzel 10 ponttal közelebb van talán a győzelem. Még nem nyeri meg, azt hiszem. Fúha, na most itt fel lehetett volna kapni még talán ezt a marudert, és meg lehetett volna talán csinálni. 110 pontja van, Triplixnek a győzelem már ténylegesen itt van a kapuban. És egy Marine Marauder merive Ghost VS HT-s Arkhonos droppolós. Igen. Annyi. Sőtől egy EMP el is kapta. Hatalmas EMP és a High Templárokat teljes mértékben. Innentől pedig kiskerekes nagyon eldobta magától ezt a győzelmet. Lehetséges győzelmet. Zerotok azért még dolgoznak. Igen, azért ők, jó. Ők megérik a pénzüket de mindenképpen. Az a 100 millió rátok érdefen a jég neki. És még egy utolsó próbálkozás egy kite-ra, de így eltudott a ellensereg. Zsé-ügynök. És kiskerekes. Blinkstalkerek és Mass Marauder, ugye, vagy sima stalkerek. Blinkstalkerek Blink. Mindenképpen. Nem az összeset kell ilyenkor elblinkelni egyesével, mert így nem lesz blinkre idő. Igen. Mert holdonon van az egész, és így három stalker versus három marauder a medivekkel együtt. Igen, úgy meg főleg. Na itt a döntő. Triplix már itt van, 118 pontja van, hogyha ezt megnyeri. De ha nem hogyha lehetetlen kihívást megoldja, akkor megnyerte. Igen. Lássuk, hogy oldja meg. Az XG-ügynök már fókuszálja is. Na, mondtam én, hogy Marudert kell fókuszálni, viszont túl fókuszálta, nagyon lesebződött az első stalker, és így ilyen törgem. Legalább a Marauder meghalt, ezt elmondhatja. Még van egy kör. Most azt mondom, figyelj, Triplixet, ő jobb oldalon lesz. Hogy meg tudja nyerni ezt az utolsót. Blinkstalker, Marauder. Ez sem lesz könnyebb lehozni, mint az előzőt. Hogyha egyesél blinkelget el, nagyon szép volt az első blink. Igen, a második már, a harmadik is nagyon szép volt. Figyelj, Zsé-ügynöknek is figyelnie kéne az egységeire.
túl nagy a Marauder DPS medivekkel. Bár ez két stalkerrel, hát nagyon nehezen, de talán meg lesz. Nem, nagyon nagy a range, nagyon nagy a range ennek a Maroudernek. Nem sikerült. Nem sikerült Triplixnek, akkor visszatérünk. Úristen! ez a legnagyobb félelem Terran részről. Hatalmas stormok voltak. És... 48 perce megy már. Az sosem baj. 5 óra óta megy a stream, tehát... Úgy nézzük. Végül is tartalmas volt. Fele-fele arány, igen. Mondjuk még nincsen vége. Még itt van egy Stark versus Gigi Dink. Ahol vigyázni kell a tankokra, hogy a Void Ray kapja el őket, mert egy protossnál. Ne pedig Marimekba menjen vele a Void Ray, ami most meg is történik, és az a Viking... A Viking le lett szedve, igen. A Siege tank is le lesz szedve. Egy Siege tankot sikerült elkezni, és a Sentry vigyázni kell vele, de ennyi. Ez se volt elég. Guardian volt? Figyeltem. Guardian Shield szerintem nem volt. Húha. Bár most vagy buffolták a új speedjét a tanknak, igen. Torvétor, medivekkel, ugye ez szintén... Ójjaj, ójjaj, ójjaj! Medivek kapta az első damage-eket, és fel kellene droppolni ilyenkor, fel kellene kapni, és ledobni, és úgy lőni, de úgy látom ez még így nem működik. Na gyorsan, bizony, most de... egy ilyen mikrót bemutatni, nem. Hát ez már nem volt. Zsé ügynök, 104 ponttal feljött a második helyre, Starkot szóval megelőzvén. Nagyon. Szintén érdemes Triplixet érdemes nézni, középen lesz. Középen van, igen. Mert ugye, Mirror. Hogyha ő ezt megnyeri, akkor GG. Előre vannak mindkét oldalt az arkónok. Az első hitek, azok nagyon fontosak. Force Field egyből széttör. Starknál volt egy arkón, aki nem is mozgott, csak mozgott és nem is lőtt. És nagyon sok az egység, igen. Túl sok az egység Triplix oldalán. Triplix behúzta ezt a mikrotornamentet ezzel. Középdöntőve itt van. Na most ilyenkor mi van? GG. Ilyenkor 124 pont Triplix és ő nyert. Ó, pedig milyen szép Protoss late game hely van itt. Szerintem még végig kell játszani. Ezt még végig kell játszani? Valószínű, igen. Tempestnek a kolót kell kiszedni egyértelműen. Csak itt van egy Void Ray is. Ó, a Void Raynek meg le kéne fókuszálni a Tempestet. Tippem szerint. Egy Time Warp van, Triplix nem használja a Time Warpot. Igen, de itt a Tempest a másik Void Ray-t lövi. Ajaj, a Tempesten sok múlik. Hát nem, ez megvan most már. Ez egyértelmű, igen. Ugye nincsen anti-air. Triplix tovább ment. Kiskerekes versus Triplix. És kinek van blinkje? Valószínűleg csak Stalkernek van blinkje, tehát kiskerekesnek. És nem, és senkinek nincs blinkje? Szerintem senkinek nincs blinkje. Ez elég igazságtalan, hogyha ugyanannyi Stalker van. És igen, Triplix győzelelmeskedett. Well played! Triplix az első hely, Zsévügynöki a második hely, és Starky a harmadik. Gratulálunk. Még egyszer mondom, Triplix 139 ponttal volt az első, most meg már nem látom. Azt hiszem Zsévügynök és Stark így jöttek sorban az első három hely. És nagyon sok ideig voltam supply blockban, azt írja ez a score screen. Úristen, én is borzalmas. 52 percen keresztül supply blockban, úgy nehéz meccset nyerni. GG mindenkinek! Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ez volt a Core Bronzsúlynak az első bemutatkozó adása. Körülbelül ilyen foglalkozásokkal szeretnénk elmulatni az időt. Hetente egyszer-kétszer.
illetve lesz még ugye replay-em, nyugodtan bátran küldjétek el a replay-eiteket a replay@starcraft.co.hu e-mail címre, ez kb. Egy héten belül videó formájában a csatornánkon viszontláthatjátok, és ugye ne felejtsétek el, hogy a YouTube csatornánkat kövessétek, mert ott fognak megjelenni az újaknak, és utána már faj-specifikusnak szánt videók. Továbbá ugye kövessétek a honlapunkat is, illetve a Facebookunkat, és aki se szeretne csatlakozni a Core Bronze suliba, kilinkelem még egyszer a kis csoportunkat. Itt láthatjátok minden egyes tevékenységünket ezzel a projekttel kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és segítetted a munkámat, Jordan. Szívesen, bármikor jövök, ha kellek. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok, jó éjszakát kívánok! Sziasztok!